Erőt, egészséget! Szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetem mai előadásán, akár itt a teremben, akár az interneten. Mai előadásunk címe igencsak aktuális, a háború ára. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai előadónkat. A ma nem honvéd alezredesi minőségében megjelent, de általam akként is tisztelt a Magyar Honvédség egy olyan főtisztjét, aki külföldi megszállásokban részt nem vállalt, ezért alezredesinél magasabb rendfokozatra talán sajnos nem is számíthat, de a szó legszorosabb értelmében honvéd, sőt a történelmi magyar harci kultúrából származó testmozgások összegyűjtésével létrehozott magyar harcművészeti stílus a Baranta megalapítója, megalkotója, illetve a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem alapítvány alapítója, a Szilaj Csikó újság katonai szakértője, a Magyarok Országos Gyűlése főszervezője, Vukics Ferenc. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és köszönjük szépen a meghívást. Ugye szabad egyetemek egymás között, Fekete István Szabad Egyetem, illetve a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem találkozása most ez a mostani előadás, hiszen mi is létrehoztunk egy szabad egyetemet, amelynek az a célja, hogy megpróbálja elmagyarázni az embereknek azt, hogy mi történik itt körülöttünk, mi várható jövőben, ugye három kérdésről van szó, és mit tehetünk mi a sorsunk alakítása kapcsán, és emiatt járjuk az országot. Ugye ennek a Szabad Egyetemnek az első nagy előadás csokrát a Magyarok Országos Gyűlésén láthatta mindenki, ott 133 előadó adott elő, és próbálta, hogy mondjam, a legfontosabb tudáselemeket átadni azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt körülöttünk. Ott akkor, aki ismeri a Magyarok Országos Gyűlését, az nagyjából tisztában van vele, hogy mi civil közösségként működünk, és a pártpolitikától próbáljuk minél távolabb tartani magunkat. Az első év ez a 2022-es év, amikor azt a döntést hoztunk, hogy bizonyos dolgokban nem lehet hátrébb lépni. Ez pedig azt jelenti, hogy azokkal a közösségekkel is felvesszük a kapcsolatot, és meghívjuk őket, akik a magyar politikai palettán a magyar függetlenséget, a magyar műveltséget, a magyar nyelvet, a magyar kultúrát fontosnak, megkerülhetetlen elemnek tartják, és még egyszer mondom, a magyar függetlenség a számukra evidencia. Ennek a következménye volt az, hogy ugye találkozhatunk előddel is ott egy előadáson, ahol Schiffer Andrással közösen vitáztak és beszélgettek, szerintem nagyon jól sikerült előadás volt, és arra megállapításra jutottunk, hogy az a 3-4 magyar politikai erő, amelyiket ezeket az eszményeket alapértékének tartja, azokkal minek valamilyen szinten tudunk azonosulni, és amellett, hogy mi a civil közösségekben gondolkodunk elsősorban, tehát a számunkra legfontosabb az, hogy minél erősebb civil közösségek legyenek a magyar társadalomban, és ezt próbáljuk mindenképpen támogatni. Ennek ellenére a jövőben is számíthatunk arra, legalábbis remélem, hogy azok a politikai közösségek, akik a magyar függetlenséget fontosnak tartják itt Magyarországon, azok ellátogatnak majd a Magyarok Országos Gyűlésére, és reménykedünk benne, hogy erre sor kerülhet 2023. augusztus elején. Amint beszéltem már róla, most három minőségemben vagyok itt. Az egyik az, hogy a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem járja az országot, egy előkészítő előadásokat tart különböző helyeken, ugyanis szeretnénk legalább a nagy megyeszékhelyekre eljutni úgy, hogy 3-4-6 előadóval, egy ilyen továbbképzéses, egy fórum jelleggel megpróbáljuk a magyar társadalomhoz eljuttatni azokat az ismereteket, információkat, amelyek mondjuk a médián keresztül nem jönnek át. Nem csak azért, mert nem lehet róla beszélni, meg kell, hogy mondjam, szerintem a mostani magyar közbeszéd az sokkal nyitottabb, mint az európai. Vagyis, hogy sokkal több dologról lehet beszélni, mint Európában máshol. Ez azt jelenti, hogy itt zajlik egy műhely munka azzal kapcsolatban, hogy a válságból hogyan lehetne kilépni. Na most, ahol a kérdéseket föl se lehet tenni, mint mondjuk Németországban, vagy Európa más részében, ott nem fog megtörténni ez a műhely munka. El se indulnak abba az irányba, hogy megnézzék, hogy mi fog itt körülöttünk történni, és mit kellene tennünk nekünk. Hanem helyette van a narratív, amit mindenki próbál követni.
Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy a Nemzetvédelmi Szabad Egyetemnek a hallgatóságát próbáljuk gyűjteni, és teszteljük a különböző településeket, városokat azzal kapcsolatban, hogy hova lehet nagyobb képzéseket vinni. Ez most ott tartunk, hogy kb. 30 előadáson vagyok túl, ugye a augusztusi találkozásunk óta, és vannak nagyon pozitív tapasztalatok, és nagyon kiózanító valóságok is. A másik fontos megjegyzés, amit el szoktam mondani, és itt már el is panaszoltam az elején, hogy amúgy vidéken jóval nagyobb az érdeklődés, mint Budapesten. A másik, ami miatt itt vagyok, az arról szól, hogy szervezzük a Magyarok Országos Gyűlése rendezvényt, amit úgy gondoljuk, hogy egy olyan műhelye a magyar társadalomnak, ahol mindenki, aki a magyar kultúrát, nyelvet, a függetlenséget fontosnak tartja, mindenkit egy közösségbe próbálunk szólítani. És főleg azért is próbáljuk ezt megtenni, mert megint válságos idők érkeznek el, és egy idő után majd látnunk kell, erről már beszélgettünk előddel is elég sokat, hogy előfordult, hogy idő után mindenkinek tudomásuk kell venni, hogy az összeállás majd fontosabb lesz, az egymás mellé állás fontosabb lesz, mint a politikai különbségek. És mi erre próbáljuk az embereket biztatni, hogy legyen egy olyan hely, ahol mindegy, hogy ki milyen pártra szavazott, de ezekben az értékekben a nemzeti minimumban egyetért, azok egy helyen tudjanak találkozni, és egyfajta közösséget, sorsközösséget is vállaljanak egymással. És azért is vagyok itt, hogy mindenkit csaljak majd a következő Magyarok Országos Gyűlésére. Van egy régi hun szabály, az a hadsereg ér valamennyit, amennyik egy évben legalább egyszer találkozik. Tehát, hogyha nem találkozik, akkor kiderül, hogy nincs elég erőforrás a mögött, a bizonyos nemzeti függetlenség mögött. A harmadik, úgymond fontos tényező, ami miatt szintén járjuk az országot, az pedig az, hogy mi mindenhol megpróbálunk közösségeket létrehozni, és miután van egy olyan bizonyíték, hogy képesek vagyunk szervezni, meg összerakni dolgokat, megjeleníteni eseményeket, ugye az 2008-9-től fogva a régi Magyarok Szövetsége mozgalomnak a tagjai, illetve a Baranta közösségek, azok már bizonyították, hogy sok mindent meg tudnak valósítani ebben az országban. Egyik ilyen fontos dolog, amit megpróbálunk megvalósítani, hogy minél több közösség jöjjön létre Magyarországon. Ezt próbáljuk kezdeményezni, és ez mindegy, hogy sportközösség, kulturális közösség, vagy egy közéleti egyesület. A lényeg az, hogy a magyar társadalom szervezet legyen, rendezett legyen, minél több ember, minél több helyen dolgozzon együtt közösségben, tanulja meg, hogy hogyan kell együttműködni, hogy kell kiegyezni a másik magyar emberrel. Ennek a kultúrája minél gyorsabban terjedjen az országban, mert óriási lemaradásaink vannak ezzel kapcsolatosan. És semmi mással nem tudjuk ezt az egész lemaradásunkat pótolni, mint hogy dolgozunk egymással, egymás érdekébe. Tehát, hogy hajlandók vagyunk együttműködni, és a mi feladatunk pedig, akik a Magyarok Országos Gyűlését szervezik, hogy ezt minden körülmények között támogassák. Tehát, hogy elérjük azt, hogy ezek a közösségek eljussanak a Magyarok Országos Gyűlésen, meg tudják magukat mutatni, új tagokat tudjanak toborozni, és ez mindegy, hogy egy kis televízió, média csapata, vagy egy helyi közéleti egyesület, vagy akár csak egy túra szakosztály. Tehát biztosak vagyunk benne, hogy hogy az emberek egymás mellett dolgoznak, együtt szerveznek, majd erről majd fogunk beszélni, hogy miért olyan fontos ez. Ez elősegíti az országnak a minél inkább válságálló képességét. Tehát ez a három, az még egyszer megismét a Nemzetvédelmi Szabad Egyetemnek az előadásainak a népszerűsítése, a másik arra, hogy most is átadok egy meghívót a Magyarok Országos Gyűlésére, Ópuszeszer, ami és reméljük, hogy meg is tudjuk rendezni, és nem valami ennél sokkal nehezebb dolgokkal kell majd töltenünk a mindennapokat. És a harmadik pedig az, hogy mindenkit biztassak a saját közösségében, a saját településén, a saját helyszínén azzal kapcsolatosan, hogy hozzon létre közösségeket Magyarországon. És akkor most jön a következő rész, hogy az előadásnak az a címe, hogy a háború ára. És hát már egyből egy kiigazítással kell kezdenem az elején, hogy a háború ára az Ukrajna esetében nagyon egyértelműen kimutatható, de az is, hogy valójában a háború az ár,
amit fizetni kell azért, amikor egy ország a saját függetlenségéről lemond, és azt elveszíti. És ez egy figyelmeztető jel a számunkra. Én a 2010 környékétől fogva kezdtem el cikkeket írogatni Ukrajnával kapcsolatosan, ugye felfigyelve a szomszédunkban zajló furcsaságokra, amelyek döntő részében arról szóltak, hogy ez egy ilyen billegő állam, egyre inkább a billegő állam állapotába kerül. Ugye az angolszász irodalom ismeri a fragile state, meg a fail state elnevezéseket, a bukott államokat és az éppen csak billegő, mindjárt megbukó, bukás előtt lévő államokat. És bennünk végig az a gyanú volt, itt sok barátommal, meg kutatótársammal együtt, hogy Ukrajna erre a sorsra fog kerülni. Ez az ország a függetlenség kikiáltásának pillanatától fogva, akkor még térjünk majd erre nagyon érdekes gondolatra vissza, még 53 millió ember lakott ebben az országban. És azóta ebből az országból eltávozott a szegénység, a munkanélküliség és az egyéb dolgok miatt 10 millió ember a háború előtt, majd ezt követően a háború következtében körülbelül 10, egyes források szerint 12-13 millió ember. Hát ez pedig egy brutális népesség csökkenés. És hát azóta is, aki teheti, próbálna menekülni az országból, tehát nem csak azt lehet látni, hogy az orosz fiatalok nem szeretnének bevonulni, hanem ugyanúgy az ukrán fiatalok is, akár a tegnapi napot nézzük, még búvárruhában, a Tiszában is megpróbáltak meglépni, hogy valamilyen úton, módon kikerüljenek a háború borzalmaiból, de ez nem mindenkinek sikerül. És mielőtt a 14-es állapotok, meg a két keleti megyének a függetlenségének a kikiáltása bekövetkezett volna, már lehetett látni folyamatokat, amelyek azt mutatták, hogy Ukrajna szétesés előtt áll. Kárpátalján járva, meg Ivano-Frankivsk megyébe járva, többször tapasztaltam, hogy az ott lévő emberek valójában hogyan is vélekedtek erről az ukrán államról, és egy picit az a vélemény jött mindig vissza, hogy hát a régi szép idők akkor voltak, amikor a Szovjetunió volt, és hogy a rossz dolgok akkor kezdődtek, amikor az állam megalakult. Hát azóta persze sokat változott a világ, meg találtak maguknak új célokat, meg gondolatokat, de annyit tisztáznunk kell, hogy még mielőtt az orosz támadás megkezdődött volna, nagyon nehéz helyzetbe kerültek, Európa legszegényebb országává váltak, előtte nem ők voltak a legszegényebb ország, de ők lettek azok. A gyermekkereskedelem, a gyermekpornográfia, a szervkereskedelem, a béranyaság, a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem, a szervezett bűnözés európai központjává váltak nagyon rövid idő alatt. Ezt szó szerint úgy kell érteni, hogy mondjuk a hadseregben mielőtt még bármiféle fegyveres konfliktusra sor került volna, kb. 2300 katona halt meg úgy, hogy a katonák egymás közötti leszámolása kapcsán. Tehát akkor mire valaki elgondolkodik rajta, hogy mondjuk 8 év időtartam alatt 2300 ember megöli egymást a hadsereg kötelékén belül, akkor ott valami baj van. Tehát sokszor elszámolási vita volt, a fegyvereket meg a robbanóanyagot adták el, és akkor ezzel kapcsolatban voltak a problémák, vagy az volt a probléma, hogy nem beszélt valamelyik katona egész jól ukránul. Aztán ugye abban is szembesülhetünk akár itt a járvány időszak alatt, hogy hirtelen ott rakott egy rengeteg kisgyermek, akiket a nyugat-európaiaknak szántak, ugye, mert a béranyaság központja is Ukrajna, vagyis hogy az ott lévő édesanyák, vagyis anyák eladják a gyermekeiket a nyugatiak számára, és akkor amikor a járvány beköszöntött, akkor azok a klinikák, akik ezzel foglalkoztak, azok abban szembesültek, hogy hát nem tudják őket a járvány miatt nyugatra vinni, és nem tudnak ennyi embert, ennyi gyereket eltartani. És akkor ugye jelezték a nyugati média felé, hogy hát valaki csináljon valamit, hát ők itt nem fognak itt majd 2-3 ezer gyerekkel itt szórakozni. És ugye, aki a korábbi híreket is olvashat, az rendszeresen találkozhatott azzal a kérdéskörrel, hogy mondjuk, Kazaksztánban, elfogtak ukrán orvosokat, akik átutaztatták a ukrán állampolgárokat, akik nagyon szegények voltak, és a megélhetésük érdekében a veséjüket például kioperáltatták, hogy például a kazak hatóságok rajta ütöttek ilyen csoportokon
mert ilyenek történtek meg. De az is ide tartozik ehhez a részhez, hogy egy ilyen ország az valójában nem más, mint közveszély a szomszédai számára is, hiszen a szervezett bűnözés, az államnélküliség, az olyan, mint egy fertőző ragályos beszegség, az megy át a határokon túl. És ugye megbontja a közrendet a többi országban is. És ugyanezt történik, hát Magyarországon mondjuk jellemző példákat tudok mondani, amikor a határőrizetnél dolgozó tisztnek a végén valami csempész, aki most éppen avval töltötte az időt, hogy megfenyegette a kárpátaljai megyei közgyűlésben a magyar képviselőtársait, aki amúgy Magyarországon egy körözött bűnöző. Őneki például egy kedvenc foglalatossága volt az, hogy ha valaki túl keményen dolgozott a magyar határnak, azoknak a tiszteknek halotti koszorút küldött el ajándékba. Tehát, hogy a temetésére előre megigényelte a koszorút, hogy ráijesszen, és azt elküldte számára. És akkor, amikor meg közben halljuk, folyamatosan hallottuk még a háború kirobbanása előtt, tehát itt még az orosz invázió megkezdése előtt, hogy hányszor mondjuk ukrán katonai vezetők hányszor fenyegetőztek Magyarország ellenében, tehát hányszor próbálták figyelmeztetni Magyarországot, hogy hát ők vannak olyan katonai képességeknek a birtokában, aminek kapcsán jobb, hogyha mi hallgatunk. És mindezt így összegezve elmondhatjuk azt, hogy bizony ez az ország sok mindenét elveszítette, főleg a lehetőségét arra, hogy békében éljen. És vele valójában elvállalt egy feladatot, hogy a szomszédjában van egy atomhatalom, amelyik 6250, mit tudom én, atomtöltettel rendelkezik, és ennek ő lesz az anti-Oroszországja. Ez azért érdekes, mert ugye korábban az ott lévő termelés, a gazdaság nagy részt alapult azokra az erőforrásokra, amelyek Oroszországból érkeztek. Tehát ők nagyon jól élhettek volna mondjuk egy ilyen finlandizációs folyamattal, amiben közvetítenek Oroszország és a Nyugat között, tehát ők azon jól is kereshettek volna, ez lett volna igazából az ő legjobb szerepük és fontos szerepük, de végül is elvál valamilyen úton, módon rávették az ott lévő lakosságot és elitet, mert nem csak az arról van szó, hogy az elitet leváltották és hoztak helyette másikat, hanem arról szól, hogy a lakosságot is sikeresen rávették arra, hogy az anti-Oroszország szerepét eljátsszák. A nagy tragédiájuk, hogy nem csak anti-Oroszországot játszanak el, hanem közben megteremtettek az országokon belül egy anti-Ukrajnát. Mert ugye a keleti megyék és a déli megyék egyfajta anti-ukrajnaként működtek, és mielőtt még bármiféle háború kirobbant volna, azért az ukrán vezetés részéről folyamatosan érkeztek azok a megjegyzések, hogy akik ott laknak, azok valójában csak egy ilyen biomassa, akitől meg kell szabadulni, olyan kijelentés is elhangzott, hogy atomot nekik, és a többi, ami persze nem túl biztatozott lévő lakosság része, és most is az az érzése van az embernek, hogy inkább akarják a területeket a lakosság nélkül. Tehát a területekre talán szükségük van, de a lakosság nélkül, ami azért egy elgondolkodtató. És amellett, hogy elővesszük a nemzetközi szabályokat, amelyek kimondják, hogy akkor kinek milyen jogaik vannak, és vajon, hogy ki nyilváníthatja ki a függetlenségét, meg ki nem. Talán mindannyian emlékszünk Koszovó esetére, ahol még népszavazásra se került sor, vagy az, hogy mondjuk az amerikai elnök néhány nappal a úgynevezett szakadár köztársaságok és a másik két megyében lezajlott népszavazások után azokat kritizálva, néhány nappal korábban viszont kijelentette, hogy például Tajvan meg az önrendelkezés jogára hagyatkozó bármikor adja a függetlenség. Beszélhetnénk, sok mindenről beszélhetnénk, mert Nyugat-Szahara is egy ilyen eset, hogy ott sem volt semmiféle népszavazás, meg semmi egyéb más, Marokkóhoz csatolták is, ebből le volt tudva, és miután a marokkói király az a nyugat szövetségese, de mindenki elfelejti ezt az egyszerű kérdést. Tehát ilyenkor felvetődik az a kérdéskör, hogy akkor, hogyha vannak nemzetközi szabályok, akkor mindenkire érvényesek-e, vagy csak bizonyos személyekre érvényesek, és hát az oroszok ezt a lehetőséget ragadták meg, hogy felborulni látszódott az ott lévő nemzetközi rend, és akkor megpróbáltak ebben kapcsolva valamilyen jogi hátteret működtetni. Nem a világnak szólt, ezt mindig meg kell érteni, hogy nem a világnak adják ezeket a jelzéseket, hanem a saját lakosságuknak. Tehát most is ezek a három napja tartó rakétacsapások, ezek nem a világnak, még nem is az ukránoknak szólnak igazából,
hanem a saját lakosságuknak, akiknél, mert hogy ott a nacionalisták már elég keményen odaszólogattak a politikai vezetésnek, hogy ők keményebb háborúra gondolnak, és hogy alkalmatlanok mind a katonai vezetők, meg a többiek, hogy ezt kivitelezzék. És akkor, amikor sokan azt mondják, hogy hát Zelenszky is azt mondja, nem lehet tárgyalni addig, amíg Putyin a vezető, én azt gondolom, hogy azoknak kell majd lezárni ezt a háborút, akik elkezdték, mert ha a Zelenszky kikerül a hatalomból, szinte biztosnak tartom, hogy egy még szélsőségesebb vezető fog Ukrajna élére kerülni, és ugyanezt történik, hogyha nem Putyint látjuk a hatalomban. Tehát a veszély az még fokozottabban lesz jelen. És akkor itt visszatérve arra, hogy mi az, ami az ára a háborúnak, és mi az ára a függetlenség elvesztésének. A háborúnak az az ára most, jelen pillanatban, hogy Ukrajnából a nagyjából tehetős emberek elmenekültek, ezt láthatta mindenki a háború kitörésének az elején. Ugye a sok 10 milliós terepjárókkal elhúzó fiatalokat, azt láthatta mindenki, ezt a nyugat tagadja. Tehát szerintük ilyen nem történt. A legkisebb nyugati becslések szerint is olyan 150-200 ezer katonaköteles elhagyta az országot, a komolyabb közlések szerint ennek a száma millió fölött van. Tehát nem csak a gyerekek és az asszonyok menekültek onnan el. Mit jelent ez? Ugye én kárpátaljakkal készítettem riportot, ők elmondták, hogy ők sose gondolták volna, hogy ennyi gazdag ember van Ukrajnában. És hogy Kijevben jól lehet keresni, hogyha ilyen autóik vannak, mert kilométer hosszan álltak ezek a 30-40 milliós terepjárók egymás után a határ mellett, és valamilyen érdekes dolog kapcsán már érvényben volt a 6 kötelezettségre vonatkozó szabály, de a következő nap reggel már mindenki átment ezen a határon. És hát, hogy ennek megvolt az ára, 6-800 dollár, aztán 3000 euró, aztán 5, attól függ, hogy ki szakemberrel találkozott, és ott, ahol nem volt pénz, és anélkül akartak átmenni, na azokat, akiket előállítanak, és azokat, akiket felsakoztatnak, lefényképeznek, és a tévébe mutogatnak. Hogy így járnak majd azok, akik átmennek. Mi a tapasztalat, mi a háttér? Az, hogy most Ukrajnában odáig jutottunk el, hogy a nőket is a katonai nyilvántartásba veszik. Hogy mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek katonának kell menni, és ez ugyanez vonatkozik a rokkantakra is, hanem hogy lehet önkéntesen jelentkezni a rokkantaknak is, a nőknek is, katonának, és akik abba a csoportba tartoznak, akik ezt megtehetik, azok eleve nem hagyhatják el Ukrajnát, mindegy, hogy önkéntesen jelentkeznek, vagy se. Na akkor még egyszer. Tehát aki abba a csoportba tartozik, a nők és a rokkantak közül, akik épp olyan rokkantak, vagy olyan foglalkozással bírnak, amelyek hasznosíthatók az ukrán hadsereg szempontjából, és önkéntesen jelentkezhetnek, és megvan hozzá a lehetőség, azok nem hagyhatják el Ukrajnát, mert hogy hát, ha mégis meggondolják magukat. És ilyen érdekesség, hogy ebben a felsorolásban milyen szakmák vannak, például a hölgyek esetében, vagy a csillagásznak miért nem lehet elmenni, azt meg nem tudnám én mondani, de ők se hagyhatják el az országot. És akkor még egyszer visszatérve, mi az, ami ilyenkor történik? Az látszik, hogy a nyugati országok meg akarják akadályozni, hogy az oroszok elhagyják Oroszországot, tehát nem engedik őket, hogy onnan ki lehessen menekülni, az ukránok nem engedik ki a sajátjaikat, mégis két zárt ország van, amit egy megszorítanak kívülről, és a pumpábólnak megfelelően nyomás az haladjon egymás felé. És hogy Ukrajna mi történik most Ukrajnával, a szegényeknek otthon kell maradni és meg kell halni. Ennek az egész dolognak. És hát az események, amik lezajlanak most, főleg az ukrán előrenyomulások kapcsán, ott a déli frontnál tapasztalhattuk azt, hogy tüzérségi támogatás nélkül vezényelték őket nagy tömegben neki az orosz csapatoknak, azért, hogy cserébe a keleti hadszíntéren sikereket tudjanak elérni. És ez óriási veszteségekkel járt. És hát rossz nyelvek szerint, némely felderítési adat szerint 11 napja van egy átlag ukrán katonának az egyenruha a felhúzásától a kórházba vagy a messzes gödörbe kerülésig. Azért az elborzasztó adat. És közben érkeznek a fegyverek. Kicsit, hogy megértsük, régen úgy működött a dolog, hogy ha meg akartuk állítani a háborút, akkor azt mondtuk, hogy nagyszerű fegyverembargó van.
Tehát senki nem fogja a fegyvert szállítani se az egyik, se a másik félnek, korlátozzák a gazdasági, ipari tevékenységüket, és ennek következtében szép lassan elfogynak az erőforrásaik, és egy idő után abba kell hagyniuk a háborút. Mert nem lesz fegyver, nem lesz lőszer, nem lesz rá pénz, meg a lázongó lakosság követelni fogja a békét. Na most abban az esetben, amikor egy külső erő elkezdi befelé tolni a pénzt, a fegyvert, az eszközkészletet ebbe a háborúba, akkor ez nem fog megállni ez a háború. Akkor végtelenné fog válni, és hogy mindenki megértse, mi válik végtelenné, az ukrán emberek szenvedése fog végtelenné válni. Mert azzal, hogy oda folyamatosan érkeznek az új eszközök, a fegyverek, ugye tudjuk, hogy Ukrajna egy percig nem tudna létezni a külföldi pénzek nélkül, tehát ez a 7-9 milliárd euró, dollár, egyéb, ami ott havonta meg kell, hogy érkezzen, ebből mennek a katonák kifizetései, ebből fizetik az adminisztrációt, ebből fizetik az állam működését. Egy teljesen működésképtelen országról van szó itt. Állítják, hogy a GDP-je 30%-kal csökkent, tehát szerintem ez is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen angol titkosszolgálati adat lehet kb., ami körülbelül annyit ér, mint a brit tudósok felfedezései. Tehát, hogy ennél sokkal nagyobb a baj. És azzal, hogy a háború ebbe a harmadik szakaszába lépett, amelyik az infrastruktúra elleni támadások jelentik, ez azt is jelenti, hogy a szenvedéseknek a ideje még csak most kezdődik el igazán. Amire még egyszer föl szeretném hívni a figyelmet, szerintem egy rossz dolog az, hogy sokan kirakják az orosz zászlót, mert hogy őnekik szurkolnak. Vagy kirakják az ukrán zászlót, mert hogy őnekik szurkolnak. Ez nem egy foci meccs. Európának nincs háborús tudata. Fel nem fogja, hogy mit kockáztat akkor, amikor egy háború zajlik a közvetlen szomszédunkban, és hogy abba úgy tűnik, hogy egyre inkább ez a konfliktus egyre inkább eszkalálódik, egyre inkább elsúlyosodik, és egyre inkább létrejöhet az a pillanat, amikor átlépi az ország határait. Ez már megtörtént, mert ugye a északi áramlatvezeték ellen, vagy a török áramlatvezeték ellen megkísérelt támadások, vagy a német vasút ellen végrehajtott szabotás akciók, vagy most éppenséggel ugye a barátság vezetéknek a teljesen véletlen szivárgása. Ezek mind-mind, vagy a Bornholm szigetén nemrég áramkimaradások és az internet hálózatnak a működős képtelensége, az mind azt mutatja, hogy ez a konfliktus átlépett Ukrajna határain, és ez azt jelenti, hogy nagyon észnél kell lennünk, hogy mi következik ezután. Ugye Zelenszky aláírta azt a határozatot, hogy Putyinnal nem lehet tárgyalni. Ha valaki figyelte az eseményeket, láthatta minden olyan esetben, amikor az ukrán kormányzat úgy döntött, hogy valami fajta tárgyalásokba kezd, akkor mindig megérkezett egy másik Boris, ugye, ott a brit szigetekről, és ő mindig figyelmeztette, a brit miniszterelnök, már nem ő, de minden alkalommal figyelmeztette az ukrán vezetést azzal kapcsolatban, hogy ne tárgyaljon, szó nem lehet róla, mert a nyugat nem egyezik bele. És akkor itt van egy nagyon fontos dolog, hogy ami most zajlik ott, az a rengeteg szenvedés, amit az ukránoknak amúgy ki kell állni, az bizony az ára annak, hogy elveszítették a saját országuk fölötti önrendelkezést, és ezt hosszú-hosszú évek óta nem állították helyre. Egyszer lehetett volna, pont Zelenszky volt az, aki megtehette volna, hogy a legitimitása ennek az országnak újból visszajöjjön, hiszen az ország északi, keleti, déli, nyugati területei mind támogatták a megválasztását, hiszen a megválasztásával kapcsolatban a választási ígéretei között az volt, hogy megalkotja a békét, hogy létrejön a béke, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ugye Ukrajna egy békés ország lehessen, és ezért mindenki rászól. Tehát őneki van a legnagyobb felhatalmazása. A korábbiak, azok egy elég érdekes kormányzatok voltak, mert némelyik a korábban Oroszország ellen a háborút vívó Grúziának a elküldött kormánya volt, de szó szerint, tehát a fele ember a kormányból abból lett összerakva. Volt olyan időpillanat, hogy december 2-án az újonnan megalakult kormányzatból még a döntő többség nem volt ukrán állampolgár, de 3-án már kihirdették, hogy kik az államtitkárok meg a miniszterek ezek közül. És ez a folyamat sajnos nem csak Ukrajnára jellemző, ez a folyamat jellemző Európára is. Még a német kormányzatban is úgy van, hogy bizonyos államtitkárok gyorsított eljárásban kapták meg a német állampolgárságot.
Ursula von der Leyennek a közvetlen munkatársai között nincsen európai. Értjük, amit mondok? És ugyanez a sors várt volna itt Magyarországra is, mert itt is volt egy könnyű jelentkező csapat azzal kapcsolatban, hogy ugyanezeket a feladatokat ők is ellátnák. De hogy azért ez nem minden papsajt, azt a bulgár választások meg a bulgár események mutatják, ahol másfél év alatt most már az ötödik kormányt tették meg, és ott is minden alkalommal megérkezett egy jól felkészített szakember valahonnan a tengeren túlról, hogy ő, ha már a bulgároknak nincs önmaguk közül választani való ember, akkor legyen valaki, akit lehet választani miniszterelnöknek, de hát ő se húzta sokáig. Tehát, hogy nem tudta megoldani azokat a feladatokat, amivel a megbízói megbízták. És itt van egy fontos dolog, hogy nekünk helyre kell igazítani egy pár dolgot önmagunkkal kapcsolatban is. Az egyik, amikor itt a zászlókról beszéltem, a magyar zászló legyen ki. Szerintem, ha elmúlik ez a háború, és adja Isten, hogy majd a végén ne egy harmadik világháborúban találjuk magunkat, amikor már úgyse tudunk elszámolni az előzményekkel, bárki, aki az egyik vagy a másik felett úgy gondolta, hogy támogatnia kellene, az még majd el fogja szégyelleni magát, hogy mi minden dolog fog róluk kiderülni. Mind az oroszokról, mind az ukránokról. Ami magyar emberként amúgy nem elszámolható a magyar elkölcsiség alapján. Ugye emiatt van, hogy felháborodunk azon, hogy Glasgow-ban még mindig ott sörözik az a muzulmán, aki Szíriában gyerekeket lőtt le. Tehát ugye felháborodik az ember, hogy ez hogy lehet? Hát azért lehet, mert olyan törvények vannak a brit szigeteken érvényben, amelyik az ilyen zsoldos tevékenységet azt nem büntetik. Ha egy szerbel történik ugyanez, hogy elmegy egy másik országba harcolni, ahol Szerbia nem vesz részt fegyveresen, egy más országnak a területén fegyveres tevékenységbe vesz részt, a szerb állampolgár, ha hazaérkezik, letartóztatják. Mert ugye aláírták a zsoldosok tilalmáról szóló nemzetközi egyezményeket. De és akkor itt visszatérve a rész, hogy nekünk higgyük el, hogy a Székely bácsinak a mondani valója az igaz, hogy akkor nekünk mi a jó? Hát az már nem lesz. Ami volt, az volt a jó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarországnak az volt a jó, ami volt. Nekünk bármelyik fog a végén győzni, nekünk sehogy se lesz jó. És akkor a Székely bácsi mondani valójára, hogy voltam már jobban, de az se tetszett. Ugye 2019-re visszagondol valaki, hogy ő neki mennyire tetszett az élet, tele volt gonddal, problémával, azt gondolt, azok a legfontosabb dolgok, de azóta rájöttünk, hogy 2019-ben kiváló életünk volt. Kiváló hétköznapjaink voltak, és ugye mindenki azt próbálná visszasírni. Sőt, itt most megint megpróbálják az emberekkel elhitetni azt, hogy hát ez a 2019 előtti élet visszatérhet. A rossz hírem az, nem fog visszatérni. Soha többé. A mostani eseménysorozattal kapcsolatban pedig az a fontos dolog, hogy minden nap egyre, ha nem hallom, jobb, minden nap rosszabb. Tehát nincs olyan nap, amikor ne érkezne egy olyan hír, amelyik ne a háború további eszkalálódását vetíteni elénk. Amelyik egyre bonyolultabb politikai viszonyokat tartalmaz, amelyeknek szinte a megoldása a lehetetlenségek kategóriájába tartozik. Vagyis még egyszer azt kell tudomásul vennünk, hogy ez nem lesz jobb. És ettől a pillanattól fogva, amikor kiderül, hogy nekünk már nincs olyan változat, ami jó lenne, akkor nagyon el kell tudni gondolkodnunk rajta, hogy akkor most nekünk mit kell csinálni. Mert az, hogy ilyen ügyesen szurkolgatunk az egyiknek meg a másiknak, ez nagyon szép, meg nagyon jó, de nem ér semmit. Tehát a mi sorsunk szempontjából nem jelent semmit. És akik erre pazarolják el a maradék életidejüket, a kutatási vágyukat és minden egyéb másodat, nagy hibát követnek el. Ráadásul ugye észre lehet venni, hogy a mainstream média vezényletével zajlik egy ilyen a morált, a katonai történéseket, meg a vágyakat összekevelő vizsgálati rendszer. Tehát egyszerre egy elemzésben mind a hárommal találkozunk. Most el kell dönteni, hogy most egy geopolitikai elemzésről van szó, vagy a vágyakról, vagy pedig valami fajta abszolút morálról. Ezt el kell tudni dönteni.
érdekes nézni az izraelieket. Izrael körülbelül hasonlóképpen tekint erre a háborúra, mint mi. Azt mondják, hogy hát ők szeretnék távol tartani magukat ettől az egészet, az európai elit megbolondult, teljesen, elvesztette a realitás érzékét, halvány gőze sincs arról, hogy mi történik ott közvetlenül körülötte, és mit kockáztat, és mit nem. És ők ebből az egészből ki akarnak maradni. Nagy trükköt csináltak, úgy csinálták, hogy az elején megjelentkeztek, hogy ők béke közvetítők akarnak lenni. És ezzel jelezték, hogy akkor azért nem tudnak szállítani ők fegyvereket, meg nem tudnak ebben meg abba részt venni, mert hát ők béke közvetítők, azok nem tehetik ezt meg. De csak időt akartak nyerni. Azért, hogy ebben ne kelljen belekeveredniük. És igazuk volt, nekünk is így kell cselekedni. Most erre valaki azt mondja, hogy jó, de akkor a nyomás alatt van a világ, hát ez egy ilyen kicsi ország, ez nem úszhatja meg. Hát annyit tudok mondani, hogy ha a világ tényleg afelé tart, ami felé most az eszkaláció mutatkozik, akkor legalább annyit mondhassunk majd el a gyerekeinknek, hogy megpróbáltunk kimaradni belőle. Legalább annyit mondjunk el, hogy megpróbáltuk, hogy kimaradjunk belőle. És hogy pontosan miért, meg hogy, ez nagyon sok oldalú rész, szerintem nagyjából Magyarországon az épelmi politikát folytató csoportok nagyjából ezt már látják, meg átlátják. Még az is előfordult, hogy valamennyire azért, mert ezt átlátják, képesek egymást támogatni annak ellenére, hogy lehet, hogy amúgy aktuálisan politikai ellenfelek tudnak lenni. De én amire fölhívtam a figyelmet, és amire előder is beszélgettünk ott az előadás elején, hogy jönni az az idő pillanat Magyarországban, amikor már a politikai különbségek már nem kell, hogy számítsanak. Hogy konkrétan mit akarok mondani, hogy a régi szép, azok voltak a régi szép idők, amikor gyűlölhettük egymást, megvethettük egymást, és kinevethettük egymást. Azok voltak a régi szép idők, amikor ekkora úri dolgunk volt, hogy ezt megtehettük. Na most ezek a régi szép idők, ezek véget értek. És most majd ki fog derülni, hogy kiben vannak felelősségek, például politikai felelősség az ország sorsával kapcsolatban. Azt be kell látnunk, hogy bárki, aki ebben az országban most forradalmat, népfölkelést, vagy nem tudom miket akar csinálni, az nagyjából azt a tervet hajtja végre, amit itt valakik nagyon-nagyon messzire, nagyon-nagyon távolról végre akarnak hajtani. Ha itt akkor persze mondani fogja, hogy az USA, az akármicsoda, az egyéb, hát nem. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban, hogyha figyeljük az ott lévő írásokat, mert nem csak a New York Times-ot kell ám olvasni, úgy látszik, hogy a konzervatív, a republikánus, de még a liberális erők is azt fogalmazták meg, hogy vissza kell szerezniük az országukat, mert valakik megszerezték az irányítását fölötte. Tehát, hogy ők is így látják ezt a részét, és hogy az ott lévő országnak, ennek az országnak a hadseregét, az erőforrásait, a politikai súlyát használják eszközként ebben a történésben, és mindenki látja körülöttünk, hogy Európa hogyan, ugye öntököllövés, ugye úgy hívják ezt ügyesen, jól megfogalmazott eljárásként, hogy mindenki próbálja hangoztatni, hogy nagyon jól sikerültek a szankciók, aminek a végén az európai gazdaság tönkre mehet. Az utolsó, most írtam már egy cikket, de csak holnap reggel fog megjelenni, nemrég egy független amerikai kutatóintézet szerint ők azt állítják, hogy olyan 1,8 trilliárd eurónyi veszteséget fog elszenvedni az Európai Unió ennek következtében, és a deindustrializáció keresztül fog menni, vagyis hogy csökkenni fog az iparosítás, tehát az országoknak a döntő többsége egy hátsó helyzetben fog a mostani állapothoz képest kerülni. És akkor ebben van még egy nagyon fontos dolog. Mondhatjuk ezt, hogy a háború zajlik egyfajta, tehát nem csak Ukrajnában zajlik háború, szerintem a miniszterelnök úr nagyon jól mondta, hogy ha háborút véget akarunk vetni, akkor nem ukrán, bocsánat, és... nem ukrán-orosz megbékélésre van szükség, hanem amerikai és orosz békét kell kötni. Ez nem egy túl furcsa dolog. 1943-tól fogva Európa sorsáról egy szovjet
amerikai paktum rendelkezett, és ezt követően is mindig orosz-amerikai megegyezések döntöttek Európa sorsáról. Ez azt jelenti, hogy Európa soha nem vette kezébe a saját sorsának az irányítását. Most pedig azt látjuk, hogy az európai elitek, minthogyha a saját országok kizsigerelésével és elpusztításával töltenék az időt. És ebben a legfeltűnőbb a számunkra, legalábbis az én számomra, egy Németország felszámolását is látjuk párhuzamosan. Vagyis az látszik, hogy a lengyelek is, a balti államok is, a dánok is, a norvégok is, az angol szászok is, mintha abban lennének érdekeltek, hogy így minél gyengébb Németországot hozzanak ki ebből a történetből. Talán valaki emlékszik még rá, a NATO-nak a megalakulása során az első főtitkárnak volt egy mondata, ami arról szólt, hogy ugye a Szovjetuniót, a szovjeteket kint, oroszokat kint, amerikaiakat bent, és a németeket lent tartani. És én úgy látom, hogy ez a helyzet nem változott azóta, és elgondolkodható, hogy a német társadalom ezt vajon meddig fogja még tovább amúgy tűrni. És hogy itt viszont sokkal bonyolultabb a helyzet, hogy itt most ukrán, orosz zászlókat, amerikai zászlókat, vagy valamiket rakjunk ki, hiszen látszik, hogy szövetségeseink vannak az Egyesült Államokban, szövetségeseink vannak a brit királyságban, a német társadalomban, a lengyel társadalomban, az ukrán társadalomban, az orosz, mindenhol vannak olyanok, akik a békét tartanák a legfontosabbnak, és abba az irányba próbálnának tartani. De a számomra talán a legnagyobb, tanulság az, hogy az elmúlt időszakban az európai vezetők döntő többsége bebizonyította totális alkalmatlanságát a vezetésre. Ez a járvány időszak alatt is látszott, az azt megelőző időszakban is látszott, és most, ha nagyon kevés elvárásunk van egy politikussal kapcsolatban, ugye mi már, akik itt megéltünk sok mindent itt Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában, azok már ugye nem 26 éves hercegfiúk, meg királyfiúk, akik bármilyen mesébe hisznek. Tehát sokat nem vártunk el, de annyit elvártunk volna a politikai vezetőktől, hogy akadályozzák meg a háborút. Tehát ez a minimális elvárásaink, a közé tartozik az, hogy ne legyen háború, ne legyen veszélyeztetve az adott országnak a lakossága, ne lebegjen fölöttünk az atomháború kirobbanásának a veszélye, ugye, és ne kelljen attól tartanunk, hogy valami őrültek, elkezdenek szaladgálni az utcán, lövöldöznek, és a gyerekeinket fogják eltalálni. Ez a minimális elvárásunk volt. Na most ezt a magyar emberek ösztönösen megérezték, hogy ez tényleg egy minimális elvárás. Az európaiak nem. Elképesztő háborús offenzíva van, tehát az információkban éjjel-nappal ez dübörög, egy igazi doktrina állapot van, mindenki ugyanazt a háborús doktrinát ismételgeti megállás nélkül. Mint hogyha úgy gondolnák, hogy ez a legfontosabb. Na most, akkor visszatérve, a háború ára az, amit most Ukrajnának fizetnie kell, hogy felszámolódik az ország, tönkre megy a gazdasága, az emberek tönkre mennek bele, és 10 millióknak kellett elhagyni az ország, 10 millióknak kellett az országot elhagyni, és egy olyan országért, amiből semmi nem az övüké. És most azért kell harcolni egy olyan országért, amiből semmi nem az övüké. Ez még megdöbbentőbb, ugye, mert kihajtják az embereket, hogy harcolj Ukrajnáért, csak egy kérdés van, hogy akkor a kínaiak által megvásárolt földekért, vagy a Monsanto által megvásárolt földekért. Akkor a német, vagy az amerikai cégek által birtokolt acélgyárak. Vajon miért? Most éppen melyikért kellene? Vagy éppen a Biden fiáért? Vagy kiért kell? Az én véleményem az, hogy az élet a legfontosabb a világon. Mindenkinek magának kell dönteni, hogy miért dolgozik évtizedeken keresztül, hogy miért áldozza föl az életét. Ez szerintem egy egyéni döntés. Az, hogy kihajtjuk az embereket akaratukon kívül, akár egyik, akár a másik oldalról, erőszakkal, a harctérre is, hogy hagyjuk, hogy legyilkolják egymást, ez ugyanúgy tömeggyilkosság, mint bármely más esetben. Mint amikor foglyokkal tesszük ezt. És szerintem ehhez nem nagyon van joga senkinek. Ennek ellenére mégis megtörténik, mégse sikoltozik senki az emberi jogokért,
És akkor most, hogyha láttátok a Nobel békedíj kiosztását, akkor azért ukrán jogvédők visszajelezték, tehát az ukrán sajtót olvasni kell, hogy hát olyan ukrán csoport kapta meg a béke Nobel-díjat társ megosztásban, akik amúgy támogatják a háborút, támogatják, hogy ne legyen békekötés Oroszországgal, támogatják a ország fölött lévő repüléstilalmi zónát, és még sorolhatnám is, megkülönböztetik az oroszokat, hogy azok nem emberek is. Hát az hogy lesz béke Nobel-díjas egy ilyen szervezet? Amúgy Ukrajnában is vannak olyan szervezetek, ja, és nem támogatja, és senkit nem támogatnak, és megszégyenítik azokat, akik nem vállalják fel a fegyveres küzdelmet, mert azt mondják, hogy ők, mit tudom, vallási alapon, vagy emberjogi alapon nem szeretnek egy másik embert megölni, akkor ezeket kifigurázzák, meg tönkreteszik. Na tisztelt hölgyek, Ukrajnában van olyan szervezet, aki ezeket mind fölvállalja, és nem így viselkedik, de az nem kapott béke Nobel-díjat. Értjük, amit mondok? És akkor itt visszatérve a dologra, nagy bajba vagyunk. A nagy baj arról szól, hogy bármikor kaphatunk egy elképesztően rossz hírt. Még lehet ezen a héten is. Ez most ilyen rémisztőnek hangzik, de olyan mértékű erőlködés, mert éppen most délután megfogalmazták, hogy a Rammstein 6 megállapodásban, Rammstein amerikai légibázison, ott újból az ukránok találkozót hoztak össze az európai vezetőkkel, és akkor megállapították, úgy jöttek, úgy mentek haza, hogy azt adták elő otthon, hogy repüléstilalmi zóna lesz Ukrajna fölött. És hogy ebben egyeztek meg. Tudjuk, hogy nem erről egyeztek meg, hanem valami légvédelmi rendszerekből, meg egyebekből, de a lakosságot azzal biztatják, hogy nem kell, csak egy kicsit kell kitartani, mindjárt NATO tagok leszünk, mindjárt Európai Uniós tagok leszünk, és mindjárt repüléstilalmi zóna lesz az ország fölött. Tehát csak addig kell kihúzni. De ez nem igaz. És az egész az a félelmetes, hogy a nyugati sajtó pontosan ezt tudja, ezt magyarázza, hogy egy olyan ország, amelyik éppen háborúban az nem lehet NATO tag, ugye ezt magyarázza a saját lakosságának, de közben részt vett, hogy Ukrajnában a lakosság elhiggye ezt. Értjük, amit mondok? És azt jelenti, hogy a sajtó mindenhol háborús résztvevővé válik. Tisztelt hölgyek, urak, hiába nézik a híreket, ezek döntő részében információs műveletek részét képezik, vagyis valójában a katonai műveletek részét képezi mindaz, ami a sajtóban történik. És még rosszabb hírem van, mert nem is annyira a katonai sajtó irányítja, vagy a háborús doktrina irányítja a sajtót, hanem már úgy tűnik, hogy az országokat a saját sajtójuk kényszeríti rá arra, hogy mindenképpen a háborús doktrinát kövessék. Hogy ezt lássuk a összefüggés, volt itt a magyar, előző magyar választásoknál is, a végén már a magyar ellenzéki sajtó magyarázta meg a magyar ellenzéki politikusoknak, hogy mit kellene nekik csinálni. Emlékszünk még rá? Vagyis ugye a fordítva ül, és akkor ez mit jelent? Az, hogy a sajtó jobban be van kötve abba a világhatalmi rendszerbe, amelyik itt most valamit el akar érni, mint amennyire az adott kormányok be vannak kötve. Értjük, amit mondok? Jó? De most, hogyha ez így van, akkor túl sok jót tőlük nem várhatunk. És akkor nézzük tovább, ez az ár, amit Ukrajnának ezért fizetni kell. De nekünk az ő példájukból okulva tudomásul kell vennünk, hogy mi nem játszhatunk el anti-valamit, valamelyik szomszédos országa vagy hatalommal szemben. Nem túl kifizetődő. És nem játszhatjuk el, hogy itt is van egy anti-Magyarország. Óriási veszélyforrás. Azok, akiknek fontos ez az ország, és ezt már eldöntötték, hogy ezért hajlandóak dolgozni, tudomásul kell venniük, nekünk, mindannyiunknak, hogy nekünk dolgozni kell azért, hogy az országnak az a része, aki meghallja, hogy Isten, haza, család, magyar, akkor állandóan, mintha megveszne ettől. Nekünk az ő érdekük, tehát az ővelük való kommunikációval kapcsolatban dolgunk van. Ezt nem folytathatjuk tovább, hogy folyamatosan egymás ellen ellenségeskedünk. Ez egy tökéletes állapota, vagy közege annak, hogy itt akkor komoly problémák és gondok legyenek ebben az országban. Tehát meg kell kezdenünk az egymással való kiegyezést. És ezt először annak kell kezdeményezni, aki átlátja ennek az erkölcsi felelősségét. És akkor, ha ilyen helyzetek jönnek elő, és ilyen nehézsége, most látjuk, itt volt Covid,
itt volt az új háborús válság. Egymás követő válságok sorozata van. Ugye valamikor 12 évvel ezelőtt avval indultunk útnak, hogy próbáltuk az embereknek elmagyarázni, hogy nem az a kérdés, hogy a válságok jönnek-e, hanem az a kérdés, mert tudtuk, hogy jönni fognak ilyen válságok, hanem az a kérdés, hogy milyen állapotban fogják találni az országot. Ez a legnagyobb kérdés, és ennek az érdekében kell valamit majd tenni. Na most, hogyha ilyen nagy nehézségek előtt állunk, akkor azt kell mondanunk, hogy történelmi idők előtt állunk, és ha történelmi idők előtt állunk, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy nézzük meg, hogy az elődeink annak idején hogyan tudták azt elérni, hogy elképesztően nehéz helyzetekben mégiscsak meg tudták tartani ezt az országot. Hát nézzük meg! Mi volt az, ami miatt megmaradtak? És akárhogyan kutakodunk a múltban, kiderül, hogy nem tökéletes királyok, nem tökéletes miniszterelnökök, nem tökéletes kormányok voltak, akik ezt megoldották, hanem kik? Hát az egyszerű emberek. És ezek az egyszerű emberek a magyar családokra és a magyar közösségekre építve tudták ezt megtenni. Vagyis, hogyha mindent elrontottak a királyok, mindent elrontottak a hatalmasok, akkor is ők megpróbálták megőrizni. Talán a török hódoltságban lévő paraszti vármegy a legjobb példa erre, amikor ugye kivonult a nemesi vármegye, elfoglalták a területeket a törökök egyből kirendelték az adóztatók, spáhit, ő szedte az adót, de aztán közben jöttek a tatárok, és ők másik adót szedtek. Jó, de közben a vallon német, meg magyar végvári katonák, azok meg vásárt ütöttek, meg megint adóztattak, szedték a... De jött a nemesi vármegye vissza, hogy ő beszedi az ezen, igaz, hogy nem védi a területet, meg már régen elment onnan, de az adót beszeretné szedni. Mi volt a parasztok válasza? Az egyik fontos válasz volt, hogy akit tudtak, azt agyonvertek. A másik fontos válasz volt, hogy akit nem tudtak, akkor próbálták annyira összegyűjteni magunkat, hogy agyon tudják őket verni. Vagyis ennek az lett a következménye, hogy az Alföldön lakó 40-50-70 darab település összegyűlt egy nagyobb mezővárosba, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Nagykőrös, Cegléd, Szentes, ezeknek köszönheti a létét. A nagy kiterjedésű a városnak a határa, meg a területe még mindig. És ott több ezren összegyűltek annak érdekében, hogy meg tudják magukat védeni. És akkor tízezreseket, hadnagyokat váltottak maguk közül, és szépen megpróbálták lerendezni az ügyeiket saját maguk. De is itt visszatérve a dologra, hogy mindig volt valami belső szervezőerő, amely megoldotta ezeket a feladatokat, és ez a belső szervezőerő a magyar embereknek az életösztöne, meg a túlélni akarása volt, ami arra a vágy indult ki, hogy megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, a következő nemzedéknek egy kicsit szebb, jobb élete legyen, mint az övöké. Vagyis, hogy a magyar társadalom azért élte túl évezredek óta, legalább 1200 év óta tudjuk, hogy azért élte túl, mert jól működő családjaik és jól működő közösségeik voltak. Egy baj van, hogy ezek most nincsenek. És hogy ha valamit akarunk, akkor újra kell alkotnunk, mert akár hiszük, akár nem, a magyarság túlélése mindig a szakrális parasztságnak a létén múlott. És amióta az nincs, azóta a magyar társadalom nem tud önmagával igazából mit kezdeni. Tisztelt hölgyek, urak, az önmagával, tehát a saját erőforrásait saját kezében tartó, a saját gondolatait a saját kezében tartó magyar parasztság volt, aki ezt a várost is életbe tartotta. Itt, ebben a városban, aki csak Budapesten lakik hosszú nemzedékeken keresztül, előbb-utóbb megszületnek azok a nemzedékek, akiknek már nincs gyermekük. Mindig a várost vidékről töltötték föl életerővel. Gondolom, önök között is nagyon sokan vannak, akik első-második generációba kerültek ide föl. Csak ennek a vidéknek az életereje már nincs meg. És hogy egy picit jól megnézzük, hogy mi történik körülöttünk, és igazából föl tudjam hívni önöknek a figyelmét a veszélyre, ezért vetítettük ki ezt a furcsa képet, ami jól látszik, hogy a Wikipédián van kín, ami olyan megjegyzéseket tartalmaz a magyarsággal kapcsolatban, hogy az a nép, amelyik megalkotta a magyar nemzetet, és ezt az országot, az már rég kihalt. Az van rajta. Ugye azért el szoktuk mondani, hogy elég nagy teljesítmény egy kihalt néptől, hogy ennyi embert megtanított magyar. És akkor nézzük meg, hogy mi van most, és a magyar történelem bizonyos időszakaihoz képest hasonlítsuk össze. És akkor el is indulok, bár ugye mutató pálca kéne, ezt nem fogom onnan levenni.
Nem. Elindulunk az elején, és látjuk, hogy egy szép lassú emelkedés van a 900-as évek elejétől fogva. Ahogy a lakosság folyamatosan nő és gyarapodik, nem kell különösen... Ja, de jó. Biztos, hogy nem fog látszódni a szépen, mint ahogy az én ujjam, bütykös ujjam mutatná. Jó, tehát egy szép lassú emelkedés van. Itt is csinálhatunk egy ilyen egyszerű trükköt, hogyha ezt a vonalat kivetítenénk valahol ide, akkor a mai időben valahol 5 millióan lennénk, ugyanebben a népességi ütem növekedéssel. De látjuk, hogy itt van egy törés, ugye megérkeznek a tatárok, és a magyar lakosságnak közel az egyharmada oda veszik. És ez a népességi ábrán egy ilyen tüske, egy szakadékot jelent. Vagyis egy óriási, ugye, krízist ért át a magyar társadalom. Mindig, amikor ilyen krízist átél, akkor egy ilyen szakadék jön létre. Ezt jegyezzük meg. Tehát ami legalább egy tatárjárással felél, akkor mindig egy ilyen szakadék van. Látjuk, hogy ezt követően körülbelül ugyanabban a vonalban, ugyanabban a növekedési irányban, ahogy ez megy, ezzel párhuzamosan haladt újból a népesség, majd elkezdett az 1400-as évek előtt néhány évtizedre, hogy hirtelen megugrani, és látjátok, hogy ha ezt kivetítenénk, akkor valahol egy 12-13 milliós népesség lenne attól, ahogy az 1400-as években növekedtünk. Jó? Természetesen mondhatnánk azt, hogy ha ez nem lett volna, ugye, amit nem mondunk a történelemben, és ez itt kezdődött volna el, meg ez se lett volna, és ez a hirtelen növekedés itt kezdődött volna el, akkor ez egy 30 milliós népesség lenne. De nem így van. Na lényeg az, hogy itt majd megkezdődött ez a növekedés, és látjuk, hogy még Mátyás uralkodása alatt ez megtorpan és megáll. Vagyis, hogy ekkor már a magyar nemzet jóval többet vállalt, mint amennyit fizikailag teljesíteni tudott, tehát a népessége elkezdett ugye megtörni ez a népesség, ez a növekmény, megtörni a törökök ellen, a csehek ellen, az osztrákok ellen vívott háborúk kapcsán. Ugye, ha éppen a törökök ellen harcolt Mátyás király, akkor tudomásul kellett venni, hogy akkor hirtelen északról meg nyugatról támadás érte az országot, és akkor először úgy gondolt, hogy először lerendezi a szomszédokat, és csak utána fog a törökökkel foglalkozni. Majd ezt követően eljutunk ugye a török hódoltság időszakához, itt látjuk, hogy egy lendületes lefelé tartó vonal van. Ha ezt tovább vetítjük, akkor valahol az 1800-as évek elejére elfogadott volna az utolsó magyar. Vagyis azt jelenti, hogy ha mi nálunk is addig maradtak volna a törökök, mint a szerbeknél, akkor nagy valószínűséggel ezt a magyar nemzet nem élte volna túl. De ez egy hosszú időszakon keresztül zajló csökkenés, amit itt láthatunk. 1713-ig tart, tehát addig, amíg a Rákóczi szabadsághoz be nem fejeződik, ez a csökkenés ez tart. Majd ezután megindul egy kis növekedés, ami hasonló itt valahol az 1300-as éveknél lévő növekménynél, majd 1800 kezdetével, tehát 1700-as éveknek az utolsó évtizedében megindul egy hirtelen növekedés, ami még egy nagyobb növekedési spirált mutat 1875 után. És egy borzasztó nagy, gyors népességnövekedés halad előre. Majd ezt követően eljutunk az első világháborúhoz, ahol ez egy kicsit megtörik, de nem áll le a népesség növekedése. Nincs bent tüske. Az első világháború minden pusztításával, a nagy háború, ahogy beszéltek róla, az nem törte meg a magyar népességnek a növekedését. Az első, ami újból megtörte, az a második világháború. Ahol valami hasonlót látunk egy kicsit kisebben, mint amennyi a tatárjárás időszakában bekövetkezett. Ezt követően a népesség megint megindul, hasonló ütemben, mint előtte, majd egy kicsi törés jön létre a 60-as éveknek a végén, majd ugye megszelidül, tovább szelidül ez a vonal, és 1981-82-ig, 85-ig, ez a vonal ebben halad tovább.
És akkor most jön egy félelmetes dolog, ez ugye utólagosan van hozzárakva, ugye, Gyula? Ugye? Mert a testvére itt van, aki ezt gyártotta, ezt a darab tüskét. Ezt követően, ettől a pillanattól fogva, egy óriási szakadék van lefelé. Amire fölhívnám a figyelmet, az az, hogy ez mindig akkor következik be, amikor ilyen súlyos trauma éri az országot. Eddig oké? Okay? Mindenki érti. A baj az, hogy ez a tüske, ez nagyobb, mint ami a második világháború. Mint amit a tatár invázió, vagy akár a hódoltságbeli állapotok okoztak. Vagyis úgy tűnik, hogy az elmúlt 33-38 éve a magyar társadalom a valahol legnagyobb tragédiaként éli meg. Ugyanis amikor a népesség fogy, akkor az azt jelenti, hogy valami nem működik, nincs ami életbe tartsa az embereket, nincs szándék a növekedésre, a gyarapodásra. Amikor én kisiskolás voltam és földrajzórán volt, ugye már felsőben volt, nekem azt tanították, 10,9 millió magyar van Magyarországon, 93 ezer. 30 négyzetkilométer, 10,9 millió magyar. Azóta egyes becslések szerint 1,3 millió magyar települt be a környező országokból, és most 9,6-9,5 millió magyarral van dolgunk. Vagyis azt jelenti, hogy ha ezt számolgatjuk, meg nézegetjük, hogy millió számra tűntünk el, szinte minden 10-15 évben 1 millió magyar eltűnt. Nincs meg. Ami, még egyszer mondom, ezekhez a történelmi állapotokra visszamenve azt jelenti, hogy az elmúlt 30-40 esztendő soha nem volt olyan kemény válságban a magyar nemzet, mint amilyen régóta, mint az utolsó időszak, miközben elméletileg nem volt háború. De hát a Háború a nemzet ellen című filmből már tudjuk, hogy volt háború a nemzet ellen, és ennek a következménye ez. A még félelmetesebb, hogy közben, ami velünk ez történik, mi tartunk most egy sötét felhőbe, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, egy folyamatosan eszkalálódó háború van körülöttünk, mi a valaha volt legnagyobb tragédiáját éljük meg a magyar nemzetnek, és a jövő semmi jóval nem biztat bennünket. Tehát még az békeidők alatt is képesek voltunk ezt művelni saját magunkkal, és most pedig érkeznek a súlyos válságok időszakai. Egy Jordán Ferenc nevezetű biológus, hálózatkutató nemrég a Friderikus podcastba nyilatkozott, és én megdöbbenve vettem tudomásul, hogy ez az ember itt Magyarországon, ez fontos pozíciót tölthetett be egy kutatóintézetnél, három gyerekkel mögötte azt állította, hogy tudomásul kell venni, hogy lekéstünk, a Földön az emberiség túlnépesedett, és miután túlnépesedett, az lett volna a békés megoldása, hogy szépen elfogyunk, és elterjesztjük azokat a szokásokat, hogy ne legyen gyermeke senkinek, meg ha nevel is gyereket, akkor valaki másét, de hogy folyamatosan csökkenteni kellett volna a lakosságot, de ez az állapot, ez már késő, ez már nem jön létre, mert erre nincs idő, és majd a háborúk és a járványok majd helyre fogják igazítani a népességet ehhez a dologhoz képest, és hogy például a magyar kormányzatnak a családtámogatási programja egy nagyon rossz út, és ennek semmi értelme nincs a mai viszonyok között. Na most egy pici kis kitérő, kettes népesedési ráta kell ahhoz, 2,1-es népesedési ráta, hogy a mai egészségügyi viszonyok között két felnőtt után két gyermek maradjon, tehát hogy a lakosság stagnáljon. Ha 2,2 van, akkor növekszik. Ha csak a 2 van, akkor már elkezd csökkenni. Mi a Gyurcsány időszak alatt elértük az 1,2-es népesedési rátát. Ezen belül a alap magyar lakosság népesedési rátáját jobb, ha nem hallják. És most nagy nehezen a családtámogatási programok keretében sikerült ezt a népesedési rátát föltornázni 1,45-1,50
környékére, de tudomásuk kell venni mindenkinek, hogy itt vannak idősebbek, akik olyan korosztályoknak a tagjai, ahol 250 ezer magyar gyerek született egy évben. Én még olyan korosztálynak a tagja vagyok, ahol 160 ezer gyerek született egy évben. És amikor ezekre fölhívtuk a figyelmet, akkor megszülettek azok a magyar korosztályok, ahol 86 ezer gyerek született csak egy évben. Na most, hogyha ezeknek egy jelentős részének megmagyarázzuk és telerakjuk a fejét azzal, hogy amúgy neki nincs más dolga, mint két diplomával egy pakisztáni étterembe söprögetni, és hogy az amerikai és a nyugati álom, hogy ő ezt csinálja, akkor ő tényleg ki fog menni. Ugye itt van köztünk, Istennek hál' olyan, aki éppen most költözött haza, Svájcból, mert mondjuk az 1200 svájci frankos nyugdíjából csak 900 euró lenne a egészségügyi biztosítás. És akkor elég nehéz a 300 svájci frankból valahogy megélni. De ezt csak el szeretném mondani, hogy ugye a nagy nyugati állam, meg az amerikai állam, amit lökünk itt a fiataloknak, hogy ők nekik miért kell elhagyni ezt az országot, az nem pont úgy működik, és főleg mostanában nem fog úgy működni, mint ahogy kellene. De amire ki akartam térni, az, hogy biztos, hogy nekünk, akik 10 évente, 15 évente, 1 millióval kevesebben vagyunk, pont mi vagyunk a hibásak a világ túlnépesedéséért. És akkor még egyszer, azok a korosztályok, akik 86 ezer fős korosztályok, és szülőképes korba kerülnek, agyon támogathatjuk őket, és meggyőzhetjük az összes fiatal nőt, hogy szüljön gyereket, akkor se tudják pótolni azokat a 250 ezer fős nemzedékeket, akik annak idején azoknak kellett volna sok gyereket szülni. Értjük, amit mondok? Vagyis azt a programot, amit például most a magyar kormányzat csinál, az 100 éven keresztül kell következetesen végigvinni ahhoz, hogy az eredménye látszódjon. Mert nem 40 ezer magyar anyuka fogja majd évente megmenteni a magyar társadalmat, amikor 150 ezernek kellene. Mert az annyi nincs. Tehát amikor nagyon alacsony létszámú szülőképes korosztályok vannak, akkor ez nem fog megtörténni. Tehát csak nagyon pici lépéseket lehet tenni. Nem lehet várni tőle, hogy akkor 2 év múlva, 5 év múlva csoda fog történni. Nem fog csoda történni. És akkor még egyszer, az látszik az ábrából, hogy az elmúlt 30-40 esztendő olyan tragédiaként éli meg a magyar nemzettest, annak az egészsége, amit korábban a történelem során soha semmelyiket sem, miközben nem volt háború. Most jön a háború, itt van a nyakunkon, itt vannak a súlyos válságok. Hogy nekem néhányan itt a másik oldalon ilyeneket fújtak a fülembe, hogy hát itt végig kell csinálni a zöld átállás programját, ha kell, ez 10 évig tartson, ha lehet, akkor az ukránok addig harcoljanak az oroszokkal, tartóztassák őket föl, és a többi, de, és nem baj, hogy ebbe belebukik a fél ország, meg hogy tönkre mennek a kisvállalkozások, meg az egyebek, de ezt végig kell csinálni, mert ez Európa jövője. Hogy mindenképpen keresztül vigyük. Az, hogy mondjuk valakiknek az összes küzdelme, aki egy kis vállalkozást összerakott, vagy végre nagy nehezen úgy érezte, hogy most már ma valami fizetést is kap, nem csak keresete van, vagy nem tudom mi, hogy azoknak a családoknak az élete mind tönkre megy, és millió szám, az nem nagyon zavar senkit. A leggyengébb előjelzések szerint Európa újabb 18-20 millió munkanélkülit fog termelni, azon ügy kapcsán, ami itt most az elmúlt időkben történik, ha nem eszkalálódik tovább a helyzet. Az amerikai nagy bankok meg cégek nem fogadnak el európai letéteket már. Mert azt mondják, hogy ennek vége van. Hát semmilyen biztosítékot nem tudunk elfogadni, ami európai országból. Szóval szerintük 2023-ra oda veszik az euró is. Ez azért érdekes, mert szegény horvátok 23-ba akarnak eurót, pont akkor, amikor már nem jól fog állni az ügy. És akkor, ha most ez a helyzet, tehát ebben vagyunk benne, ugye mit mondtam, hogy a magyarok, tehát a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem 3 kérdésre próbált, mi történik itt körülöttünk, ez. Mi várható a jövőben? Semmi jó. Nemrég néhány miniszter a saját környezetében úgy fogalmazta meg, hogy amit gondolnának, hogy nehéz jön, annál sokkal nehezebb lesz. Elképzelni se tudjuk, hogy milyen nehéz jön. Elképzelni se tudjuk. És amúgy, Istennek hála itt Magyarországon, mi még mindig tudjuk, hogy folyamatosan rettegnünk kell attól, hogy itt egy komoly háború ki fog törni, amire minket is bele fognak sodorni.
azt gondolom mindannyiunk számára egyértelmű, hogy egyikünk se akar egyetlen fiút, meg lányt se odaadni ezért a háborúért. Igaz? És nem, szerintem ez egy nagy dolog, hogy a magyar társadalomnak az épelműsége megmaradt, az életösztöne megvan, ezt nem látjuk se Lengyelországban, se a nyugati országokban. Meg vannak vadulva az emberek. Még sok helyütt még még az atomháborút is elfogadhatónak tartják, és árnak tartják, hogy ez bekövetkezzen. Én arról nem akarok beszélgetni sokat, hogy akkor most az oroszoknak mi volt, mi nem tetszett, meg hogy tetszett, erről sok mindent lehetne mondani, mert ez valahol 2000-vel elkezdődött, de még korábban, mert az egyezkedésnél, tehát ez szerintem írtak meg, beszéltek éppen eleget erről, és sokan azt mondták, hogy hát az én általam közölt hírek is, hát annyira orosz barátok, mondom, hogy tud orosz barát lenni, csak nyugati meg ukrán forrásból közölök híreket. Hogyan lettem én ettől orosz barát? Hát mert az ukránok problémáiról beszélek. Mert hát van nekik egy csomó. Értjük, amit mondok? Tehát, hogy megvagyunk egy, mi tudunk mi hatni arra, hogy az orosz társadalom mi fog történni? Hát semmit. De az, hogy velünk mi történik, és a mi környezetünkben mi zajlik, hát azt kutyára kutatnunk kéne. Tehát azt elvárni, hogy én most morális igazságokat mondjuk, kinek? Hát mint a Nagy Péternek magyaráznám, hogy szerintem neki hogy kellett volna megoldani a szakállevágását. Tehát körülbelül ugyanennyi hatásunk van erre a dologra. Oroszország olyan, amilyen. Egy birodalmi tudattal, és nem a vezetői réteg birodalmi tudatú. Az egész ország az. Értjük, amit mondom? Itt mindenki cserégetheti rajtuk a vezetőket. Itt megpróbálták, Jelcin se húzta sokáig. Mindig keresnek valakit, aki a birodalmi tudatot helyreállítja. Tehát ezt tudomásul kell venni. Úgy kell hozzájuk állni. Ez a reálpolitika valóság. És akkor itt visszanézve ezt az állapotot, hogy azért mégiscsak megmaradtunk, és most is vagyunk egy nagy bajba, és ráadásul ez a népesség tüske most egy sötét felhőbe tart. Akkor mit csináljunk? Ugye jön a harmadik. Mit csináljunk mi? Tisztelt hölgyek, urak, amikor azt mondtam, hogy közösséget kell építeni. A közösségépítésnek megvannak a szabályai. Itt mindenki állítja magára, hogy ő közösségeket épít. Hát azt nem azt épít. Legjobb esetben csoportokat épít, de nem közösséget. Még a szélsőbalos szociológusok is egyetértenek abban, amit most mondani fogok, tehát ebben tökéletes a megegyezés. Közösségnek számos alapfeltétele van, aminek érvényesül. Tehát élnie kell ahhoz, hogy ez a közösségre azt mondjuk, hogy ez működőképes. Az elsőt úgy hívják, hogy vannak közös akcióik. A közös akció azt jelenti, hogy közösen csinálnak együtt dolgokat. Amelyik nem dolgozik és nem csinál együtt közösen valamit, az nem közösség. A másik fontos dolog, hogy közös konstrukcióik vannak, így mondja a tudomány, közös konstrukcióik, hogy jól értsük, szervezeti formákat hoznak létre annak érdekében, hogyha már csinálunk együtt valamit, akkor minél jobban csináljuk. Tehát minél hatékonyabbak legyünk, ezért valami struktúrákat szervezünk ennek a működőképességnek a biztosítására. Vannak közös akciók, közösen csinálunk együtt valamit, közös konstrukcióink vannak, amelyek azt mutatják, hogy valami fajta szervezetiséget fölépítünk. Jön a harmadik, közös rítusaink vannak. Közös rítusaink vannak. Vagyis bizonyos dolgokat mi mindannyian fontosnak tartunk. Tehát, hogy akkor, amikor fölemeljük a zászlót, az a magyar zászlót, és oda rakjuk, és nem az ukránt, nem az oroszt, az egy magyar rítus. Akkor, amikor együtt éneklünk, egy himnusz, az egy magyar rítus. Amikor köszöntjük azokat, akik megszülettek, az egy magyar rítus. És amikor elbúcsúztatjuk azokat, akik elmennek, az is egy magyar rítus. A rítusaink, azok biztosítják az időt egymásra. Hogy igen, jelen kell lennünk a másik embernek az életében. Oda kell menni, beszélni kell vele, együtt kell lenni. Most nem lehet elrohanni. El kell menni a templomba, el kell menni a baráti beszélgetésre, el kell menni az esküvőre. El kell menni a régi szokást megünnepelni. Mert ha ezt nem tesszük, akkor nem szánunk egymásra időt, és idegenek maradunk egymás számára. Közös rítusaink vannak, amiket követünk. Jön a következő, a negyedik. Ha ez a három áll, akkor egy idő után kialakul egy nagyon fontos dolog, amiben nagyon rosszul állunk. Ezt úgy hívják hűség. Hűség egymás iránt.
és most nagyon kemény leszek, és ha megsértek valakit, nyugodtan verjen majd meg ott kint. Nem tehetjük meg, hogy a feleségünket, a férjünket, a szerettünket fogyasztási cikknek tekintsük, akin, hogyha kicsit megereszkedett a csomagolás, akkor majd a boltból, a szemmagasságból levesszük a másikat. És azt pedig kidobjuk a szemétbe. De ha ez a családban nem működik, akkor a társadalomban se fog működni. A hűség azt jelenti, hogy kiállunk egymás mellett. Bármilyen körülmények között. Mert társaknak tartjuk egymást, azt mondjuk, hogy ezért az ebben az életközösségben mi társak vagyunk, és amúgy rajtunk nem segít senki, csak mi egymáson tudunk. Ez sokszor 12 évvel, 13 évvel ezelőtt így mondtam mindig, hogy vegye tudomásul mindenki, hogy itt Mihály Arkangyal a lángoló palossal nem fog leszállni a földre, és hogy megvédje a magyarokat. Az eszkimók se fognak népszavazást kezdeményezni, hogy megvédjenek bennünket. És a más lakók se jönnek, hogy azonnal helyreállítsák a trianoni állapotok utáni Magyarországot. Nem lesz ilyen. Bocsánat, előtti. De a lényeg, hogy nincs más a szövetség, mi vagyunk szövetségesei egymásnak. Senki más. Senki más nem akarja, hogy a gyerekeinknek itt jobb élete. Nem, higgyék el, hogy egyik arkanzaszi kobbolynak se jut eszébe, hogy figyelj, a magyarok éljenek jól. Értjük? Tehát nincs ilyen. Tehát mi vagy magunk érdekében vagyunk hajlandóak tenni valamit, vagy nem fog történni semmi. Hűségesnek kell lenni egymáshoz. Ezt mondja a szociológia 4 pontban, de mi azt mondjuk, egy Karácsony Sándor tanítványnak érzem magamat, ugye a 2 világháború egyik legnagyobb magyar gondolkodója volt, ugye ő azt mondja, hogy nem az a magyar, aki nem a vér, meg a származás tesz bennünket magyarrá, hanem a lélek. Hogy ez egy lelki közösség valójában, aki hajlandó együtt egy életközösségben élni ezzel a kultúrával, a műveltséggel és ebből a nyelvvel. De a lényeg, hogy mi ehhez hozzárakunk egy 5., ami átfűzi az egész 4-et, a többi 4-et. Ezt meg úgy hívják, hogy az igazi közösség nem csak attól jön létre, hogy ez közös akcióik vannak, közös szervezeteket hoznak létre, közös rítusaik vannak és hűségesek egymáshoz, hanem az, hogy nemzedékeken keresztül teszik mindezt. Vagyis azt jelenti, hogy közös akció. Úgy kezdték el építeni a katedrálist, hogy tudták, hogy a dédunokáig fogják benne tartani az első misét. De végtelen türelemmel építették. Értitek, amit mondom? Hogy a közös konstrukció, hogy a nemzetet, mint közösséget azért rakták össze, hogy ez nemzedékeken keresztül működjön. Mi ugye azt mondjuk, hogy a magyar nemzet valójában nem más, mint közös nyelven, közös műveltséggel a jövőre szövetséget kötött emberek közössége. És hát ugye meglepődve tapasztaltuk, hogy hát a berlini beszédben a miniszterelnök valami hasonlókat kezdett el mondani. Vagyis, hogy ugye nekünk felelősséget kell éreznünk minden magyar iránt, aki előttünk ér. A magyar nemzethez hozzátartozik, ugye ez 15 éve mondom, a magyar nemzethez hozzátartozik mindenki, aki előttünk él, a jelenben itt van, és a jövőben meg fog születni. Ez alkotja a nemzeti közösséget. Tehát bárki, aki itt van éppen, és a jelenlétével megtiszteli az életet, az éppen csak jelen van ebből a nemzeti közösségből, ezért képviselnie kell az előtte lévőknek a küzdelmeit és az érdekeit, meg az utána következőkét is. Az a dolga. Nem csak magáról szól, nem csak az ő itt élő magyarok közösségéről szól, hanem mindenről, ami a múltban előtte volt, és ami a jövőben megszülethet. Aki volt Magyarok Országos Gyűlésén, tudja, hogy van ott egy történelmi élőkép. Ott sok minden jó dolgot csinálunk, sok száz lovas együtt lovagol, körbe lovagolják, ugye a történelmi Magyarország alakzatát, és abban egy dolgot ünneplünk meg, hogy Kossuth lova megérdemli az abot, 2-szer kerülte meg Magyarországot, ha még egyszer körülkerülte volna Magyarország, ilyen gyászban nem volna, hát akkor semmi gond, a gyalogosokban megalkotjuk az országot, és akkor 3-szor vágtassák körbe lovasok. Akkor rendben van, nem? Megoldjuk. De
Van egy történet is, tehát együtt ostoroznak, több száz ember együtt cserdít, és a többi is sorolhatnám, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk közösen együtt csinálni. És az emberek már attól sírni szoktak, hogy ott az a 300 lovas vágtat. Vagy az, hogy az a 400 ostoros egyszerre cserdít. Attól sírni szoktak az emberek. Miért? Mert sírva vigad a magyar. És ott azon van egy ilyen, hogy van egy várostrom, hogy van a magyarok fölépítették az országukat, a vár föl van építve. Aki emlékszik még Böszörpusztán 12-ben, egy óriási várat építettünk fel a puszta kellős közepébe. 40x35 méteres volt, 10 méteres tornyokkal, több száz ember védte, egy fél tucat ágyú belül, vagy 20 ágyú kívül, bent védte 400 ember is, támadta 1500. És ugye a dolog arról szólt, hogy a magyarok ugye fölépítették a várat, nem nagyon lehet azt elfoglalni, de aztán megérkeztek a ellenségek, idegenek, kicsalták őket a vár elé, leajasították őket, leitták magukat, és mire fölébredtek, addig az ellenség egy karcsapás nélkül elfoglalt az országot. Visszapróbálták foglalni, nem sikerült. Többször rohamoztak, de csak hullottak az emberek, nem sikerült. Ezután elindulnak, ugye a történelmi élőképnek egy fontos, elindulnak az különböző gyepük felé, a déli, az északi, a keleti, nyugati gyepük felé, és elkezdik kérdezni, hogy emberek, hát elfoglalták az országunkat, össze kéne szedni magunkat, vissza kéne szerezni. És akkor az emberek mit mondnak? Nem megyek, nem enged a főnököm. Nincs szabadsága. Mit fog mondani az asszony? Mert különben is nincs is olyan, hogy Magyarország. Hát nekem azt tanították az iskolába, hogy amúgy az egy kihalt nép. Tehát azokat a válaszokat adták különböző helyeken, amiket amúgy a mindennapokban adunk, amikor megszólít bennünket egy feladat, amit a nemzet érdekében el kéne végezni. De mégis összeszedtek egy nagyobb csapatot, összeszedik, nekiindulnak, újból ostromolnak. De a végén annyira elfogynak az ostromok során, hogy az ellenség kimegy a vár elé, elszemtelenik, és nyílt csatára kerül sor. Lehetett mindig látni a több tízezer nézőben a feszültséget, hogy na most akkor most már csak a magyarok nyernek, és mi annyira szemtelenek voltunk, vagy kegyetlenek, hogy a csatát úgy rendeztük meg, hogy amikor rohant a több száz ember egymás felé, akkor a magyarok közül senki nem maradt életben, és az ellenségből pedig senki nem esett el. Vagyis, hogy a végén a magyar sereg az teljesen a földbe lett döngölve. Majd az ellenség visszavonult a várba, megünnepelte. És ugye ezután szállt le a dramaturgiai éj, és akkor elmondtuk az embereknek, hogy akkor most ennyi, nincs több magyar. Annyira széthúztunk, annyira nem azt csináltuk, amit azért mondom ám, amiket most mondok, mert 15 éve ezt magyarázzuk a magyar társadalomnak. Történelmi élőképben, előadásban, mindenben. Tehát, hogy nem változott a véleményünk egy pillanatig se, és a mondani valónk se, amit át akartunk adni a magyar társadalomnak. És akkor leszállt a dramaturgiai, és akkor azt jeleztük, hogy hát ott, mintha mozgulódás lenne valahol ott a csillagösvényen. Mint hogyha valami lovasok jelentek volna meg ott a csillagok tetején. És hogy azok a lovasoknak, a lovaknak a lába, mintha lelépne a földre. És már látszik, igen, hát Csaba király férkezik, hiszen megígérte, hogy egyszer még visszajön, amikor nagy baj lesz. És amikor beérkeznek a lovasok, és a lovasok elkezdik élezgetni az embereket. Hogy keljenek föl, támadjanak föl. És akkor ugye elmondtuk, hogy Árpád vezér, nagy vezérünk voltál, nagyon fontos, utolsó nagy csata vár ránk, nélküled nem tudjuk megvívni a csatát. De ugyanígy, Szent László, ugyanígy, vezérlő fejedelem, 48-as honvéd, 56-os srác, keljetek föl, mert nélkületek most egy olyan csata következik, amit nélkületek nem tudunk megvívni. És azt is elmondtuk, hogy te édesanyja, aki úgy szülted meg a gyerekedet, hogy nem láthattad meg felnőni. Te a mi hősünk voltál, te is kelj fel, mert most te rád is szükség van. Hogy te édesapa, aki úgy nevelted fel a gyerekedet, hogy reggel, amikor elmentél dolgozni, a gyerekeid még aludtak, és este, amikor megjöttél, már aludtak, és szinte nem láttad, hogy hogy nőnek föl, te is a mi hősünk voltál, kelj föl, mert rád is szükség van. És utána, amikor összegyűjtöttük a múlt és a jelennek a seregét, újra föltámasztottuk, akkor rájöttünk, és megértettük az emberekkel, hogy ezzel a sereggel még meg nem lehet megnyerni a csatát. Mert a csatát csak ezután eljövendő, ezután megszületendő magyarok seregével lehet megnyerni.
És ekkor hívtuk be a gyerekeket, akiknek sok 20-30 ezer rongylabdát készítettek az asszonyok, több tucatnyian napokon keresztül varták és csinálták azért, hogy őnek legyen mivel rohamozni. És akkor összeszedtük a lovasokat, a gyalogosokat, a tüzérség lőtt, és a gyerekekkel együtt volt, hogy 7-8 ezer gyerek is csatlakozott hozzá, megrohanták az ellenség várát. Hát gondoltuk, hogy lesz két ostrom, de hát ez lehetetlen volt, a gyerekek egyszerre, egyből elfoglalták a várat, úgy, ahogy annak lenni kellett, kihajtották onnan a idegeneket, mondtuk, hogy Grönlandon van még hely, lehet valamit kezdeni az egésszel, majd utána pedig az embereket leszólítottuk a lelátókról, és arra kértük őket, hogy az atyai meg az agyai áldásnak az intézményét gyakorolják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nincs más lehetőségünk, mindenhol közösséget kell építenünk, de valódi közösségeket. Olyan közösségeket, amelyek hűségesek egymáshoz. Meg kell tanulnunk az együttműködést, tudom, hogy nagyon nehéz, legtöbbször azzal mindenki meg akar oldani valamit ebben az országban, de a legfontosabb megoldandóval nem akar foglalkozni, az emberekkel nem akar foglalkozni. Hogy azokat fejleszteni kell, hogy azokat valamilyen úton, módon egybe kell kovácsolni, és ez egy kemény feladat, mert rengeteg bukással jár, rengeteg nehézséggel, az ember legszívesebben a háta közepére kívánná, én is a háta közepére kívánom. De ezt meg kell csinálnunk, mert ez nem megkerülhető feladat. Nekünk mindenhol közösséget kell alkotnunk, és mindegy, hogy milyen típusú közösség, csak legyen először. Tehát azt tudom, hogy nagyon nehezen szerveződtök össze. Mit csináltok? Bármit. Nagyon fontos. Bármit. Mindegy. Bármit lehet csinálni. Egy olyan közösség, aki megszervezi a Magas Tátrába a túrát, és végigmegy egy héten, és meg tudja szervezni azt, hogy nem téved el, hogy lesz hol aludnia, meg tudja etetni, meg itatni magát, az egy óriási lépést tett arra, hogy az emberek megtanuljanak együttműködni. Ha valaki emlékszik rá, a régi magyar erődtemplomok is úgy működtek, hogy volt a templom, volt az erőd körülötte, egyszerre látták el az Isten házának a szerepét, a szakrális feladatot, egyszerre voltak védelmi építmények, és egyszerre voltak a gazdálkodás központjai. Hiszen a gabonaféléket meg a húsféléket ott tartották, és csak hetente egyszer vitték haza, amikor a miséről hazamentek, akkor leakasztották mindenkinek, meg volt, hogy melyik sor kolbász az övé, meg melyik rúdról neki mit kell leszednie. Ha jött az ellenség, akkor csak be kellett futni, valami ütni-vágni való eszköz legyen a kezébe, de azon kívül a kút ott volt a templomnak a közepén, és amúgy az élelmiszer meg az összes többi vagyonuk az mind belül volt a templom erődön belül. A túlélő társadalom az ilyen. Vagyis milyen? Hogy a társadalmat úgy szervezi meg, hogy ha válság eljön, azonnal át tud állni válságüzemmódra. De válságüzemmódra egyének, egymás gyűlölő személyek, anti-Magyarország Magyarország ellen nem megy. Aki emlékszik még a régi időkre, amíg a szocialista idők voltak, ugye a gyáraknak azonnal át kellett állni hadi működésre, és akkor nem a dohánytermékeket gyártották, meg nem a csavart, hanem a lőszert. A hidak is annyira elő voltak készítve, hogy úgy tervezték meg őket, hogy benne volt a robbantó fészek. És oda kellett berakni a robbanóanyagot, a lehető legkisebb mennyiségű robbanóanyaggal mégis meg lehessen semmisíteni egy hidat, hogyha arra van szükség. Ennyire így működtünk. És most is meg kell érteni, senki nem akar háborút. Ez még egyszer, senki nem akar. De jobb félni, mint megijedni. Vagyis tudomásul kell vennünk nekünk, hogy olyan struktúrába kell szerveznünk az országot, és még egyszer mondom, mindenféle közösség kell hozzá, amit alkalom adtá, hogy ha már azok a közösségek működnek, át lehet állítani az ő működésüket hadi működéssé. A válságüzemmódra át lehet őket állítani. De csak azt lehet átállítani, ami már létezik. Amelynek a kapcsolati tőkéje már létrejött. Ahol a humán erőforrás föl van térképezve. Ezt nem megbántva senkit, ezt pártok nem tudják elvégezni. Ezt nekünk kell. Ehhez sok százezer ember kell. Sokszor lehet az avval találkozni, hogy egyes munkahelyeken, a főnök elmegy nyaralni, akkor működik legjobban a cég. Vagy az adott osztály.
Mitől? Azért, mert az emberek belső ellenállással próbálják helyreigazítani a rendszernek a hibáit, és megpróbálják működőképessé tenni azt, ami nem jól működik. De ezt, hogyha maguktól látják be, hogy ők erre a feladatra képesek, és ezt el tudják végezni, az óriási erőt jelent egy túlélő társadalom szempontjából. Vagyis csináljatok valamit, bármit, mert bármit, amit csináltok, az az együttműködésnek a szintjét emeli, és az együttműködés szintjét emeli, akkor az ország fel fogja térképezni a saját humán erőforrását, és képes lesz arra, hogy válság idején átálljon válságüzemmódra, és meg tudja menteni az országot. A kicsi közösségeitek az eltűnő falvak helyét kell, hogy betöltsék. Ahogy a régi szakrális paraszti társadalom képes volt megújítani a magyar társadalmat, azoknak a közösségnek kell tudni most biztosítani ezt. Amikor a Barantát létrehoztuk, elmondtam, a Baranta egy magyar falu. Azt próbáljuk pótolni. Nem akarjuk az egész, nem tudjuk az egész magyar társadalmat pótolni, de egy magyar falut hozzá tudunk ehhez az egészhez rakni. És ugye ez is kezd el néptelenedni. És akkor itt visszatérve, látjuk, hogy mi történik körülöttünk. Mi várható? Minden, ami olyan dolgok, amiket elképzelni se tudunk. Az várható. Mit kell csinálnunk? Valamit tennünk kell az ország válságálló képességének növelése érdekében, ezt pedig munka nélkül nem ússzuk meg. Közösséget kell tudnunk létrehozni, ezeket a közösségeket meg kell töltenünk együttműködéssel, élettel, és hogyha ezek működnek, akkor ezek képesek lesznek válságüzemmódra átállni. Ezt mindenki értse úgy, egy sportszervezet, mondjuk a Barantások, akik harcművészeti közösség, hogyha azt mondtuk, hogy el kell menni Kolontárra is, vagy Devecserbe és a iszapömlésnél takarítani kell, akkor jöttek 50-es évvel szépen sorba, és csináltuk. Ha azt mondtuk, hogy a árvízvédelmi munkálatokat kellett csinálni, akkor oda mentünk, és az árvízvédelmi munkálatokat csináltuk. Értjük, amit mondok? Azért, mert mi tudtuk, hogy ki mire való, mire alkalmas, mennyire bízhatunk meg benne, és ha megszólítottuk az embereket, akkor jöttek. Értjük? És most is erre van szükség. Hogy legyen 100 000 ember, aki meg tud szólítani milliónyi magyarokat, hogy feladatokat végezzünk el a nemzet túlélés érdekében. Hölgyek, urak, szép lassan mindent el kell engedni. A nagy nyaralást, a nagy autót, az ilyen izét, ezeket el kell majd engedni. Aki nem tudja majd elengedni, annak gyötrődés lesz az élete. De helyette találhatunk rengeteg olyan dolgot, ami felemelhet bennünket, és új élményekkel gazdagíthat bennünket. És meg kell tanulnunk egy nagyon fontos dolgot, hogy ez az egész csak akkor fog sikerülni, ha tudjuk szeretni az embereket. Megint meg kell tanulni az embereket szeretni. Nincs mese, nem ússzuk meg. Hölgyeim és uraim, annyira jól elhúztam az időt, ezért engedjék meg, hogy itt a legvégén néhány nagyon szokásos, tehát aki a Magyarok Szövetsége, a Baranta vagy egyéb kapcsán ismer engem, akkor tudja, hogy az előadások végén mindig ugyanazokkal a gondolatokkal szoktam zárni, 15 éve. Most már nem 20 éve, mert a barantás előadásokon kezdődött az egész. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik itt előttetek éltek, azok magyar emberek voltak. Értetek, éltek, dolgoztak, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket, verejtéküket lojtották azért, hogy néktek otthonotok, hazátok, családotok és jövőtök legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek a régmúlt magyar embereket. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttetek jártak, azok a halálban is előttetek tartanak. Amikor majd csengetik nektek az utolsót, és átléptek azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így köszöntenek majd. Héten élek, én megismerlek téged. Te magyar ember vagy, vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is otthon s hazát. Jerközénk. Magyar emberek, a kutya minden itt. Ne felejtsétek el a régmúlt magyar embereket. És hogyha nem felejtitek el őket, és nem felejtitek el azt, amit ők megtanítottak a saját gyermekeiknek, hogy ti is megtanítsátok a sajátjaitoknak, akkor a Teremtő Isten odaföntről meg fogja engedni, hogy megnézzétek, hogy milyen szép Magyarországot fognak építeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A különböző nemzetek totemisztikus jelképeket választottak maguknak, mint az indiánok. Az oroszok milyenek? Mindig mondjuk, mint a medve, igaz? A franciák milyenek? Tényleg, mint a galkakasok, igaz? És sorolhatnánk a többieket is, hogy hasonlóak. Mi melyiket választottuk annak idején? Mivel határoztuk meg magunkat? Ugye egy sólyommal.
amelyik nem a leghatalmasabb és nem a legnagyobb, de a leggyorsabb az állatok között, aki a leggyorsabban reagál és a leginkább ura a levegőnek. És ráadásul, ha a régi hagyományainkat nézzük, ugye az utolsó napnak a sugarát, amikor a legsötétebb éjszaka van, azt kell a levegőből ugye lehoznia, vagy az égből lehoznia, és utána úgy gyújtjuk meg a tüzet, amit azért gyújtunk meg, hogy a leghosszabb, legsötétebb éjszakát együtt közösségben átvirasszuk. Azért, hogy a következő fény újból felgyulladjon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindannyian tudjuk, hogy mi most nem vagyunk sólymok. Ez a magyarság most nem sólyom. De természeti tény, hogy a sólymok nem építenek fészket. Hollóknak, varjaknak a fészkébe rakják a tojásaikat, azok ott kelnek ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi ezek a hollók és varjak vagyunk. De ha jól tesszük a dolgunkat, akkor ezekből a fészkekből valódi sólymok kelhetnek ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az volna az igazán szép dolog, hogyha ezek a kikelt sólymok úgy gondolnának ránk, hogy mi soha nem voltunk varjak és hollók, hanem azt hinnék, hogy mi valamikor, mi is pont ugyanolyan sólymok voltunk, mint amilyenek ők lettek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra kérlek benneteket, hogy a régi belső somogyi 5 fontos tantárgyat tanuljuk meg. Az ott lévő öregeknek, amikor jártam a Barantát kutatni, akkor a következő, hogy az iskolában nem tanítanak semmi fontos. Mert az életet kellene megtanítani. De ők azt mondták, hogy ők tudnának 5 fontos tantárgyat mondani, amit meg kéne tanulni. Az első ilyen fontos tantárgy, hogy hogy kell megszületni. Vagyis amikor megszületik egy élet, ott milyen körülményeket kell megteremteni ahhoz, hogy oda bele lehessen születni. Aztán a másik fontos tantárgy, hogy hogy kell gyerekként fölnőni. Miket kell megkapni, milyen értékeket kell megkapni ahhoz, hogy emberi életre alkalmasak legyünk. Aztán a harmadik fontos tantárgy, hogy hogy kell párt választani. A régiek, ha rosszul választottak párt, éhen haltak. Mindenük oda lehetett. Aztán a következő fontos dolog, hogy hogy kell a gyermekeiket felnevelni. És az ötödik fontos tantárgy, amit meg kell tanulnunk, hogy nekünk fel kell készülni, hogy innen nekünk egyszer el kell menni. És azt tiszta szívvel és emelt fővel tehessük meg, és ne rettegjünk a haláltól. Tisztelt Hölgyek, Urak, ezt az 5 tantárgyat meg kell tudni tanulni, és meg kell tanítani a következő nemzedékek számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szabad egyetemünknél szokatlan az a vastaps, amivé már átalakult itt a végén ezt a lebilincselő előadást követően. És azt gondolom, hogy erre a karizmatikus előadói képességre van szükség, nem csak az egyetemen, ahol hivatásosként is tanít, hanem itt a Szabad Egyetemen is mindenhol az életben. És az a civil közösségek, amire valóban szükség volna a közösségteremtés, azt gondolom, hogy azt a kitűnő példáját mutatta a Baranta mozgalom megteremtésével, de ez a sok-sok közösséget egybefonva a Magyarok Országos Gyűlésével megmutatta, azt gondolom, hogy hogyan is lehet ezeknek egy szerves nemzetté válniuk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Azt is, hogy így honvéd tisztként, főtisztként is képes vagy a békét zászlóra tűzni, és tudva azt, hogy ez tényleg a legfontosabb érték a magyarság megmaradása érdekében is. Mindig azt mondják, azt szokták kérdezni, ugye a honvédségnél is, meg úgy közkeletűen, hogy meghalnál-e a hazádért. Hát a hazáért valóban nem meghalni, hanem inkább élni kell. Nagyon köszönöm ezt a kivetített diagramot is, hiszen a jövő háborúi talán a hálószobákban dőlnek el leginkább. Úgyhogy egy kicsit ilyen kellemesebb gondolattal zárjuk ezt az előadást, de megígértük, hogy kérdésekre is lehetőség lesz, úgyhogy akkor át is adom a szót, mert többen jelentkeznek már. Egy mikrofont pedig adunk is hozzá.
Benesztő, azt szeretném csak megkérdezni, emlegette a madarakat, a solymadarakat. Mi van a szarkákkal? Azt is akartam mondani, nem mondom, nem csökkentem a képnek a képes mondani valóját ezzel a részével. Azért mégiscsak adok egy kicsi választ, ugye még egyszer nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt én teljesen civilként veszek részt az itteni részre, és mindenképpen ezt ki kell emelni, mert ez így helyes, hogy mindenki lássa, hogy én most a Magyarok Országos Gyűlését képviselem, illetve a Nemzetvédelmi Szabad Egyetemnek a közösségét, illetve azokat az újjáépülő Magyarok Szövetsége csoportokat, akik most újra élettek, mert most már megint 71 néhány Magyarok Szövetsége közösség él és működik. És remélem, hogy ez segíteni fog majd a továbbélésben. És akkor itt a visszatérésre, hogy a kérdés felvetésre, hogy nagyon őszinte leszek, hogy mi nagyon régóta lefoglaljuk magunkat olyan kérdésekkel, amik már nem számítanak. Most mindenki azt mondja, hogy most már hogy ne számítana? Hát most kell rendelni. Most hogyan? Kikkel? Hát most épp afelé kell tudnunk törekedni, hogy hogy ne volna. Hát ha valaki tudja az én életemnek a sorát, az pontosan tudja, hogy valamilyen egy másik Ferenc ellenében sokat tevékenykedtem annak idején, teljesen tiszta szívből és meggyőződésből, de én most azt kell, hogy lássam, hogy az egyik nagyon fontos dolog, hogy a honfitársainknak egy része foglyul van ejtve. Bizonyos narratívák által foglyul van ejtve, és azokat nem tudjuk kiemelni abból az állapotukból, ami ott van, csak lovagias magatartással. Ez az én véleményem. És amellett, hogy benne van az embernek, hogy hát azért 17.647 éve csak le kéne ülni mondjuk a 30%-nyi eltűnt állami vagyonért, vagy az, hogy az elmúlt időszakban személyenként, mit tudom, 17-18 millió forinttal kevesebb pénzt kapott egy átlag magyar ember. Tehát ezek biztos, hogy ezek komoly problémák és gondok, de erre az öregek azt mondták, hogy régen is megvolt mindenkinek a maga baja, mert valakinek a gyertya volt a túl drága, valakinek a petróleum, meg most meg az elektromos áram. Értjük, amit mondod? Tehát, hogy ezek mindig jelen voltak a mindennapjainkban, de azzal most efelé a fekete felhív fölé tartva, avval, hogy ezt éjjel-nappal szerintük azt gondoljuk, ez a legfontosabb történés, ezzel csak további feszültséget fogunk kelteni. Nem azt mondom, hogy azok az emberek, akik ebben részt vettek, azok nem érdemlik meg azt, ami van. De most, jelen pillanatban a legfontosabb kommunikáció, ha mi ezt a kommunikációt választjuk, akkor ők erre rá fognak ülni, és a társadalomnak azt a másik felét, akit mi szeretnénk magunk mellett tudni, mert ők a szomszédaink, azt ők a kezükbe fogják tartani. Értjük, amit mondok? Nekünk most először a saját honfitársainkat vissza kell szereznünk, és hogy magunk mellé kell, hogy állítsuk. Ez pedig nem, tudom, van, aki szerint ez nem is lovagiasság, hanem balegség, vagy valami egyéb más, de ez a típusú lovagiasság vagy balegség a magyar történelemben működik. És csak egy egyszerű példát mondjak, azt mondja, kics, hát ez milyen magyar? Hát nem magyar, de... Na, mert hogy én ugye Krabót származású családból származom, az ugye dél-zavai horvát család. Na most én elég jól ismerem a családom történetét visszafelé, a feleségem legalább ilyen keményen kikutatta a sajátját. Ő Zruskovec. Most csak Vruskovec, de korábban Zruskovec volt. Jó? És az ő családjában dalmátok, horvátok, szerbek, szlovákok, szudétanémetek, morvák, elzászlotaringiaiak, minden van, amit el tudtok képzelni. Az én családomban ugye horvátok, németek, mert azokban a horvát falvakban, ahol az én őseim laktak, azok mindig németeket telepítettek be, és a nők majdnem mindig németek voltak. És magyarok, mert ugye édesanyám tősér, azok jászok, de a feleségem családjában is ugye a anyai ág az Csányi, és úgy magyarok. Na most ugye a legnagyobb magyarok meg a jászok, azt mindannyian tudjuk, tehát az rendben van. Ez a része, de hogyha visszanézzük ezt az egészet, akkor kiderül, hogy mindannyian mindenhonnan származunk.
És hogyha komolyan gondoljuk, hogy az elődeinket tiszteletbe tartjuk, meg tiszteljük őket, akkor azokat a népeket is kell majd tisztelnünk, ez megint fáj a legtöbb magyarnak, akikből származunk. Viszont, ahogy mondtam, hogy Karácsony Sándornak szinte minden gondolatával egyet tudok érteni, egyetlen egy gondolata van, amivel nem értek egyet, aki azt mondja, hogy magyarosítani kell a neveket. Szerintem meg az, hogy engem Vukicsnak hívnak, hogy a Vukicsok harcoltak Újzrinyivárért, Csáktornyáért, és a végén Damás szolgálatából várának végvári katonaiként fejezték be, és telepítették le őket Szepetnek településen, és hogy 1848-ban az Alai Honvéd zászlóinak az első jelentkező katonái voltak, ketten, úgy gondolom, hogy bizonyították ezerszer, hogy ők magyarok. És azt szeretném elmondani, hogy a Vukics név azt bizonyítja, meg a Vruskovec név azt bizonyítja, hogy valahol valakik úgy döntöttek, hogy ezek a magyarok, ezek azok, akik mellé oda akarnak állni, és akikkel együtt akarnak élni. Ez óriási erkölcsi győzelem szerintem. És ne felejtsük el, hogy nekünk volt egy Petőfi Sándorunk, az anyja mi volt? Ami, egy szlovák hölgy volt, és akkor apja, aki egy szerb volt. Nagyszerű. És mit írt az egyik versében, hogy akkor is magyar lennék, hogyha nem születtem volna annak. Mert hogy nincsen, ugye? Mert hogy nincs ennél, ugye, nincs még egy olyan nép, amelyik ennyire árva lenne, mint ez. És tisztelt hölgyeim és uraim, ezt kell igazából megértenünk majd, tehát hogy itt nekem egy szlovák nem nagyon értette, hogy miért lelkesedünk itt a környezetünkben lévő emberekért, és én mondtam, hogy nekünk 1100-1200 évünk volt a körülöttünk lévő emberekkel valahogy kiegyezni. Harcoltunk, veszekedtünk egymással eleget. Ha most nem jutunk egymással kiegyezésre, mint ahogy ti odahaza a testvéreitekkel, a szüleitekkel, a gyerekeitekkel, a rokonaitokkal és a barátaitokkal nem fogtok túljutni kiegyezésre, és ahogy mi nem jutunk majd kiegyezésre, milyen jó, hogy a szerbekkel már milyen jó kapcsolatban vagyunk, se volt ilyen jó kapcsolat. Tehát a körülöttünk élő népekkel, akkor majd jönnek helyettük más népek, most majd tanulhatjuk őket újból 1200 évig. Értjük, amit mondom? Igen. Jó, tehát nekünk szerintem az 1200 év pont elegendő volt, hogy megtanuljuk, hogy mi a magyarok istene, mi a szervek istene, mi a horvátok istene, meg az összes több egyéb más, és szerintem egy valamit nagyon meg kellett tanulnunk a történelembe, hogy minket úgynevezett nagyhatalmak mindig kihasználtak egymás ellenében, és mindegy, hogy a győztes vagy a vesztes oldalon álltunk, mindig kihasználtak bennünket. És nekünk azt kell tudomásul venni, hogy a mi függetlenségünket nem nagyhatalmak, hanem mi egymásnak tudjuk biztosítani. És amikor ezt a görbét láttuk, a többi ország, a szerbek is így állnak, a horvátok is így állnak. És mindenki. És a visszatérés az, hogy ezeket nekünk néhányszor felül kell tudni emelkedni ahhoz, hogy csatát tudjunk nyerni. És sokszor azt látom, hogy az emberek belesüllyednek sok-sok régi problémába, és azon élik a mindennapjaikat, összevesznek közösségek, barátságok mentek tönkre, de még egyszer mondom mindenkinek, ja, és akkor ezt mondom, miért kell kibékülni a régi barátokkal? Azért, mert senkinek sem lesz egy új régi barátja. Tehát aki a gyerekkori barátod volt, akivel együtt katonáskodtál, együtt rántottál bakancsot, akivel együtt élted le az életed egy fontos időszakát, azt a típusú élményeket senki mással nem osztottad meg, és az az életednek a része. Ezért kell kibékülnöd a régi barátaiddal. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ha majd hazamentek innen, akkor legyetek olyan kedvesek, béküljetek ki a testvéreitekkel. Először hazamentek, és az a feleséged meg a férjed, aki nincs itt, akkor azt legyél olyan kedves, öled meg, és csókold meg, és mondd meg neki, hogy szereted, és mi mindent köszönhetsz neki. És hogyha a következő nap még van erőd, akkor menjél is a testvéreddel, a barátaiddal, az édesapáddal, béküljél ki. Mert minden itt fog kezdődni. Igen? Szabó Mária vagyok. Kérném, hogy a véleményét mondjál a gondolatomról, amit a utolsó grafikánál volt a népességcsökkenésre, hogy én azt gondolom, hogy ott az a mikrofon. Annak ellenére, hogy
hogy ugye nem, azt mondta, hogy nem ért olyan trauma minket ebbe az időbe, de én úgy értem meg, hogy igenis ért egy trauma, mégpedig a fogamzásgátló megjelenése. Tehát az összes ország, amikről beszélünk, hogy a szerbek, a németek mind így vannak, abban az időben terjedt el a fogamzásgátlás, és ugyanakkor a földnépességének a növekedése pedig ugye a gyógyszeripar egyrészt a mi nemzeteinket a fogamzásgátlóval lecsökkentette, ugyanakkor az afrikai népekhez elvitték a betegségeknek a megszüntetését, de ott nem történt meg ez. Tehát, hogy ez nem... Na ezt megpróbálom... Én nem a véleményet fogom majd mondani igazából. Az első fontos dolgot, amit szerintem jó lesz tisztázni, az egyik az, hogy ha erkölcs nincs, nincs semmi. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogyha erkölcs nincs, nincs semmi. Ez az első. A másik, amit hozzá szeretnék mondani ehhez a dologhoz, hogy azt már megtapasztaltuk, hogy hogyan fogunk egy amerikai, afroamerikait zászlóra emelni, ahelyett, hogy a puffadhasú fekete kisfiút próbálnánk megmenteni attól, hogy holnap ne halljon meg, vagy ne csináljanak belőle gyerek katonát. Tehát, hogy akkora szörnyű világban élünk, amelyik az emberi humánumnak semmilyen elemét nem emelte zászlója, amit fölemelt, az hamisan emelte föl. Én úgy gondolom, hogy most valaki mondja, hogy a túlnépesedés az egy óriási veszélyforrás, és mindent tönkre fog tenni a Földön. Itt, amikor beszéltem arról, hogy itt ez ő, Jordán Ferenc, mint biológus, aki ennek ez volt a véleménye, az elfelejtette, hogy ha ez mind igaz lenne, és abfelé, a világ felé tartanánk, amit ő gondolt, könnyebb útként, amire már nincs idő, akkor viszont neki nem lett időskorában, le kellett volna mondani arról, hogy az én fiaim mondjuk meggyógyítsák, vagy pedig a tüzet eloltsák az égő házán. Vagyis, hogyha a világ ezt a sorsot választaná, amit Jordán Ferenc fölvetett, hogy akkor hogyan lehet csak egy vagy egyetlen egy gyerek sem, akkor időskorában, egy idő után, ugye egy, mit tudom, jogi eljárás lenne az, hogy aki elveszíti az egészségét, annak távoznia kell az élők sorából. És hát most a beszólásra még egy ilyen fontos dolog, hogy a magyar paraszti társadalom az úgy élt el a mindennapjait, hogy egyszerre volt liberális, nacionalista, konzervatív, de még hogyha Budapestre ránézett, akkor anarchista is. Egyszerre. És azt kell megérteni, hogy amikor mi elkezdjük ezeket az elemeket, az élethez tartozó elemek közül egyet kiemelni, és azt gondolni, hogy akkor az majd lesz, majd kigyelven is meg fogja majd látni, hogy ami liberális, az sose az volt, mint amitnek most mondják. Jó, tehát az egyik ilyen fontos rész, hogy a szavakkal is sikeresen megöltük, meg kódoltuk a szavakat teljes egészében, hiszen nagyon egyszerű dolog, talán aki itt van, néhányan tudjátok, én például amúgy egy másik állam titkosügynöke vagyok, és ezt 15 éve terjesztik rólam ebben az országban. És az emberek döntő többsége ezt el is fogadta, és biztos volt benne, hogy a magyar társadalom elpusztítása érdekében teszek mindent, amit eddig tettem. A Baranta mozgalmat is azért vertem szét, meg azért csináltam meg, hogy szét lehessen verni. A Magyarok Szövetsége mozgalmat is azért építettem föl, hogy szét lehessen verni. Nem volt mit szétverni, ezért csinálni kellett valamit előtt, hogy szétverhessem, hogy bizonyítsam, hogy alkalmas vagyok arra, hogy szétverjük a magyar társadalmat. Tehát, és akkor itt visszatérve a mondani valóra, hogy ha erkölcs van, akkor minden van. Nem csak, én akkor még azért elmondanám, hogy ez nem csak egyszerű gyógyszergyári beavatkozás, de 82-ben megjelent az IMF is Magyarországon. És még sorolhatnám, tehát hogy abban az időszakban föl tudnánk sorolni 10-12 olyan elemet, ami a végén ennek az óriási szakadéknak a irányába taszított bennünket, de azt is valljuk be őszintén, hogy akkor, amikor mondjuk egy édesanyja úgy dönt, hogy mégse akarja azokat a gyerekeket, azért mindannyian tehetünk. Mindannyian. Ez mindenki felelőssége. Mindannyiunknak az lett volna az érdek, hogy azok a gyerekek megszülessenek. És akkor még egy fontos dolog, hogy a régiek úgy gondolkodtak, hogy mondtam, jártam most, mindig a belső somogyiakat mondom először, mert ővelük találkoztam, az először, amikor gyűjtöttem is.
nagyon odafigyeltem akkor, még jobban összpontosítottam, mint korábban bármikor. És ott volt valaki, aki egyszer azt mondta nekik, hogy hát itt király kéne. És azt mondták, hogy hát csak akkor érdemelnénk meg, hogy királyunk legyen, ha minden gyereket úgy nevelünk föl, mint hogyha királyunknak szánnánk őket, és akkor az egyik olyan lesz, akit meg is érdemelnénk királynak. És az öregek azt mondták, hogy azt meg mindenki vegye tudomásul, hogy itt nem egy embert kell megkoronázni, hanem az egész népet. Értjük, amit mondok? És itt az, azt is jelenti, hogy a hűségünk egymás irányába, meg az egymás iránt értett felelősség, azt is jelenti, hogy valaki ne omoljon attól össze, hogy az ő élete tönkre megy attól, anyagilag, vagy nem tudom, vagy lelkileg, vagy erkölcsileg, mert ő nem tud gyermekeket vállalni. Akkor hol voltak körülötte az emberek? Az emberek hol volt? Nem a szomszédok, a rokonok, az emberek hol voltak körülötte? Akkor építettünk fel egy olyan társadalmat, ami ez képes lett volna esetleg megakadályozni, hogy másik irányba terelni. Rengeteg felelősségünk van nekünk ezzel kapcsolatosan, mindenről. És ugyanúgy, ahogyan az életnek, ugye a magyar kultúra, az élet kultúrája azt próbálja támogatni, hogy az élet haladjon előre a jövőbe. Valaki erre mondhatja, hogy hát jó, de itt most van egy népességcsökkentő program, és azt mind keresztül fogják vinni rajtunk. A legyek nagyon önző. Tudom, ez annyira pofátlan lesz, hogy hihetetlen. Hogy azt mondják, hogy van egy népességdöntő, mi csökkentő program, mindenki döntse róla szabadon, hogy az ő népességét csökkentsék. Mi meg majd betöltjük a helyet. Ami marad. Mármint úgy mondom, hogy engem nem zavar, hogyha csökkentik, és ők megegyeznek ebben egymás között. Ez a világ minden népe ezt elfogadja. Nekünk nem kell ezt a részét elfogadni. És a gyógyszergyárakra, meg minden egyéb másra olyan könnyen fogunk rá, hogy amúgy megvannak a szereplők, akiket mi majd most itt megfogjuk és rámutattunk. Eddig hányszor mutattunk rá a felelősökre? Mi történt? Semmi. És akkor inkább röviden mondom, jó? Lehet, hogy ez most egy kicsit fájdalmas lesz, de ez egy eredeti történet. Szabad? 2002-ben, amikor a város nagyon nagy várat kellett építeni, akkor hát volt valamennyi fánk a régi várból, de hát egy részét ellopták. Ennyi történt, és az nem volt elegendő maximum egy toronyra, körülbelül a 16-20 részére a várnak. És hát néhány barátommal összefogtunk, hogy próbálunk valahonnan egy faanyagot szerezni, és akkor majd csak lesz a jó Isten ad valamit. Hát pénteken kezdődött a rendezvény, és hétfőn még nem volt semmi. De hát amit faanyag volt, azt nekiálltak a srácok, és elkezdték kovácsolni, hogy akkor meglegyen legalább az első torony. Az első bástya. És akkor mi körbejártuk a Délpest alatt lévő összes tüzépet, és akár hiszik, akár nem, az első helyre, ahol bementünk, ott megkaptunk minden szárt, ami kellett annak a nagyvárnak a felépítéséhez. És mert először csak széldeszkát mondtak, hogy ajánlanak majd széldeszkát. Oda mentünk, megnéztük, és akkor elmagyaráztam, hogy mit szeretnénk csinálni. Az öreg hátravezetett, és azt mondta, hogy itt van az udvaron, ez a másod-harmadosztályú faanyag, ezt mind elvihetjük, ha el tudjuk. Mondom, el tudjuk. Mivel? Azt még nem tudom, de hogy el tudjuk, az biztos. Ugye fél óra múlva körbe telefonáltunk mindenkit, a barantások megérkeztek, hogy fát pakoljanak, ott csak egy rossz lerobbant ifánk volt, ahol nem tudtuk volna nagyon sok cukrot elvinni. Aztán a kecskeméti tűzoltók ajánlottak még egy teherautót, de az nem érkezett meg, ők meg annyira szégyelték magukat, hogy azonnal szerveztek egy 24 tonnás kamiont. És akkor az is oda megérkeztünk, a kamiont oda megérkeztünk, akkor annyi fánk volt, amiből akkora várat építhetünk, amit akartunk. És egy ember kellett hozzá. Egy ember. Megérkeztem oda, hát építették a többiek közbe, hitüket vesztve a várat. És a torony így, mint Pizába, úgy át. És akkor oda megyünk, mondom, hogy csak belehallgatok, hogy mi zajlik itt. Arról beszélgettek, tudom, hogy most ez kellemetlen, de mondom. Arról beszélgettek, hogy most a Kádár időjében volt a jó, most Orbán Viktornak igaz, vagy a Nováknak. Nem? De igazából nem őről volt szó, hanem kiről? Ugye a Gáborról, von a Gábor, hogy ő neki van-e igaza. Ott védték, ott a három különböző csoport, tehát három különböző véleménnyel védték a véleményüket, is közbe építettek egy várat. Mondom nekik, jöjjenek már ide, kinézzük meg, hogy néz ki a torony. Hát így elmond dőve. Hát most mi lesz? Hát mondom, nem lesz, hát ugye megfogjuk
a Andrásokat, mindegyiket kiszedjük a helyéről, visszatoljuk a várnak a tornyát a vízszintesbe, amiben kell, aztán utána újból visszarögzítjük az egészet. Oda mentünk, 60-70-en megtoltuk, beállítottuk egyenesen. És mondom, tudják, hogy miért lett görbe az a ferde? Mondom, azért, mert olyanról vitatkoztak, aminek nincs értelme. Mert mondom, az egyik nagyon fontos dolog, hogy minek, és mi lett volna értelme? Mondom, annak lett volna értelme, hogy itt dolgoznak már egymás mellett majdnem 10 órája, és meg tudja mondani, hogy a mellette lévőnek a felesége mivel foglalkozik, vagy a gyerekei hova jelentkeztek. Vagy hogy szokott-e pálinkát főzni. Néztek így rám, mert mondom, ezek a fontosabbak. Azok a fontosabbak, hogy itt vagyunk egymás mellett, dolgozunk, és hogy mi, akik egymásra szántuk az időt, mi hajlandóak vagyunk-e megismerni egymást? Mi akarunk-e találkozni egymással? Ha ez alatt az idő alatt olyan emberekkel foglalkozunk, akikkel sohasem fogunk találkozni, és nem tudunk rájuk hatni, akkor nagyon nagy hibát követünk el. És akkor utána még az a állapot is előfordult, hogy aki szerint Kádár idejében volt a legjobb, az, aki a szerint a Vona Gábornak volt igaza, azok este utána egy nagy barátságban olyan este, ilyen 4-5 óráig ott beszélgettek, de a legnagyobb nyugalomban egymással. Tehát amúgy a Magyarországi Gyűlésének ez az egyik fantasztikus része, hogy az emberek nem akarnak aludni. Halálkomolyan mondom, tehát senki nem akar lefeküdni, aludni. Mindenki keresi a társakat, beszélgetnek hajnalig, és akkor valami 1-2 órás ilyen kis ledőlés után meg folytatja a következő nap az egészet, mert akkora élmény, hogy a magyar emberek egymással vannak együtt. És akkor, amikor ilyen nagy létszámú magyarok országos gyűléseit szerveztünk, volt olyan, hogy 330 ezer ember volt a 4 nap alatt. Volt olyan nap, hogy 180 ezer ember volt ott. A puszta kellős közepén semmi alapítványi pénz, semmi nagy cégnek a pénze, állami pénz, pártpénz, uniós nélkül. Csak a magyar emberek összefogásából. Senkinek nem törték föl az autóját, nem lopták el óráját, telefonját, vagy bármegyéb mást, és még valami több százer ember, és nem volt szemét. Azért, mert mi ilyenek vagyunk valójában. És legyünk ilyenek, amilyenek valójában vagyunk. Egymással foglalkozunk minél többet, és akkor hirtelen kiderül, hogy ezek a dolgok, amik fogva tartanak bennünket, nem mondom, hogy jogtalanul fognak tartanak, de fogva tartanak bennünket. Azokat el tudjuk engedni. Mert amúgy a legfontosabb, hogy a gyerekek megszülessenek, az, hogy itt legyenek közösségek, akik segítik egymást. Hát azért nem beszél arról, hogy egy komatál annak idején, annak a szokását, hogy csak elővesszük, vagy hogy mennyire támogatták be a közösségek az éppen megszületett gyerekeket, a családokat és egyebeket. Ezek óriási fontos értékeink nekünk, és az a baj, hogy ezeket már nem gyakoroljuk. Megint a rítus, amit nem csinálunk. Igen? Tudom, hogy olyan nem jó válasz. Ígértem, hogy általában este 8-kor befejezzük, de mivel látom, hogy ekkora lelkesedés, még egy kérdésnek helyet adnék. Bár tudom, hogy tényleg itt is talán reggelig egy óra éjszakázással is sokan átvészelnék ezt az éjszakát, de hát ahogy hallhattuk is, fontos a család. Ha a gyerekek lefektetésére nem is érünk haza, de talán még a feleséget le tudjuk fektetni. Úgyhogy még egy kérdésnek ott helyet adnék hátul a fiatalembernek. Egy mikrofont kérnék. Hallgatjuk. Felkó, két dolog, az egyiket tényleg csak ilyen nagyon röviden. Most Nógrád így kicsit visszakanyarodva a háború témájához. Nógrád is arról beszélt, hogy az oroszoknak, hogyha nem támadják meg most Ukrajnát, Ukrajna, hogy te is mondtad, előbb-utóbb szétesett volna, tehát hogy ő azt mondta, hogy ez taktikai hiba volt, de azon kívül, hogy már nagyon régóta sarokba szorítják Oroszországot a nyugati hatalmak, mi az, ami azt váltotta, hogy pont most, tehát mi értelme volt az ő részükről, hogy most indították el ezt a támadást, és nem mondjuk 2014 után valamivel, vagy még később. Ez csak egy rövid. És a másik az a társadalomhoz visszatérve, magyar társadalomhoz. Amióta én a Magyarok Szövetségében, meg a Barantában részt veszek, mindig valahogy az volt az érzésem, meg ugye 2006, stb., hogyha itt bármi nagy dolog van, akkor a magyar társadalom az összefog, és az ellenállás az megtörténik. Ez egészen 2020-ig gondoltam így, és hogy a nemzeti érzés az minket összetart, stb., és ezért ellen tudunk állni annak, hogyha valami nagy probléma jön. Na most 2020-ban pedig egy olyan dolog történt, ami a nemzeti egységet is meg tudta bontani, és azt az érzést, hogy itt bármi van, akkor mi ellenállunk.
mert hogyha bevezetnek olyan szabályokat, hogy este 8, tehát jó, persze ellenállhattok, de este 8-kor azért haza kell menni, ellenállhattok, de egymással ne találkozzatok. Tehát itt azért ezek a dolgok látszólag úgy olyan szinten tudtak hatni a társadalomra, hogy azokat sok éven keresztül tervezni tudták, vagy kellett. És mi a garancia arra, hogy a jövőben, amikor tényleg szükség lesz erre a nemzeti ellenállásra, akkor valami hasonlóval nem tudják ugyanezt a trükköt megjátszani. Jövök az első, de gyorsan mondom, a név úgy hívják, hogy John McCain. Már nem él, de annak idején Líbiában, Szíriában, meg Ukrajnában minden dolgot elintézett a Victoria Nulanddal együtt, hogy a lehető legnagyobb kuplerájba éljük le a mindennapjainkat. Tehát igazi komoly örökséget hagyott maga után. Mondják, ugye Nógrádi tanár úr azt mondja, hogy akkor ez egy hiba volt. Hát én nem tudom, hogy ez most hogyan lehet azt a hibát lerendezni, hogy mondjuk Ukrajna 60 ezer válogatott katonával, akit 2017 óta készítettek föl azzal kapcsolatban, hogy visszafoglalja a Donbaszt, amúgy az ősz folyamán felkészült a Donbasz visszafoglalására. Mert ugye ez volt az alaphelyzet. Ja, valaki mondja, Ferko, ezt honnan veszed ezeket a dolgokat? Semmi, olvasni kell az amerikai újságokat, az is elég. Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy az ősz folyamán ők tervezték, hogy visszafoglalják a Donbaszt. A orosz csapatmozgások, amik látványosan hol ide vonultak, hol oda vonultak, az arról szólt, hogy a végén nem merték ezt a támadást kieszközölni, mert féltek attól, hogy valahol északon vagy keleten az oroszok támadást indítanak, ezért az erőket megpróbálták pakogatni ide-oda, meg amoda, tehát megzavarták őket ebben a tervben, ebben a kivitelezésben. Na most, hogyha az oroszok komolyan gondolták, hogy az orosz földeket ők össze akarják szedni, valamilyen úton is védeni fogják, és még egy nagyon fontos dolog, a szeparatisták nem akartak például a Minszki megállapodás során Ukrajna része maradni. Ugye nem tudom, ki mennyire emlékszik, a Minszki megállapodásokban az van, hogy akkor ők maradni fognak, átalakítják, minden bűnt eltörölnek, tehát akik egymás ellen bűncselekményeket követtek el, eltörlik, és Ukrajnának a alkotmányát átalakítják egy szövetségi állammá, és akkor ebben a szövetségi államon belül ők egy ilyen független entitásként lesznek ott. Ez volt a normandiai négyek által aláírt dokumentumban. Viszont ezt ők nem akarták, ezt az oroszok kényszerítették rájuk. Értjük, amit mondok? Vagyis ők nem nagyon akartak nagyon mélyen belemenni ebbe a konfliktusba. És azt megelőzően is folyamatosan voltak olyan gesztusok, amiben ugye nem engedték, hogy egyből csatlakozzanak Oroszországhoz, meg hogy jelentkezzenek, hogy őket vegyék oda föl. Tehát szépen lassan lettek az oroszok ebbe az irányba terelve. A legfontosabb rész, két dolog, az egyik ennek a bizonyos őszi támadásnak a beharangozása, a másik, ha valaki emlékszik rá, a müncheni biztonsági fórumon Zelenszky néhány nappal a februári 24-e invázió előtt tett egy pár kemény kijelentést. Én két napra rá, hogy ő ezt megtette, én írtam egy cikket, az volt a neve, hogy Ukrajna veszélyes nukleáris fantáziája. Hogy lehet, hogy ez egy kirobbantó pont lesz, mert ugye azt állította, hogy ők továbbra is nukleáris állam, tehát hogy ők birtokolhatnak fegyvereket, mert korábban birtokoltak, és miután nem tartják be a velük kapcsolatos szuverenitási kérdéseket, ezért ők kérnek nukleáris fegyvert. Szerintem ennél tovább már nem lehetett várni, tehát hogy ha én megadnám a választ a Nógrádi tanár úrnak a felvetésére, ha a sajátjaiknak a szemébe kellett nézni, a katonai történés abba az irányba mutatott, és akkor van egy nukleáris fenyegetés, amit meg nem tűrhettek el, szerintem. De ettől függetlenül valaki mondja, hogy akkor biztos jó ez-e így, meg úgy, meg amúgy, hát biztos, hogy nem. Azt már láttuk, hogy aki még emlékszik, Kazaksztánban 7-8 ezer katonával ezt le tudták rendezni az ott zajló hatalomátvételi kísérleteket, ezt előtte kellett volna lerendezniük, hogy ebbe az irányba ne jussanak. Ugye a miniszterelnök úr azt mondta, hogy 2014-ben Krím esetében akár akkor is kitörhetett volna ez a háború, de akkor a sokak által kritizált Angela Merkel mégis tudott úgy egyensúlyozni, hogy arrébb vitte ezt az ügyet. Elég érdekes, hogy amikor a multicégeknek a vezetőivel beszélgetek, akkor ők azt állítják, hogy Angela Merkel csak hallgasson,
Mert hogy ő rontott el mindent, mert ő tette függővé németeket az orosz energiától. Mint hogyha ez valami főbűn lett volna, és az, hogy valami fajta béke felé tudta terelgetni az embereket. Most majd mindenki megtanulja, hogy a öregasszony, ugye voltam már jobban, az se tetszett, ugye az öregasszony se tetszett nekünk, de aztán kiderült azóta, hogy csak visszasírhatjuk azokat a vezetőket, akik éppen akkor voltak. Ez az első. Tehát John McCain, a Angela Merkel a válaszom, a 60 ezer fős támadócsoportosítás és a Zelenszkijnek a kijelentése a müncheni biztonsági fórumon. Nem hinném, hogy valami, mit tudtak volna, ők beleletek ebbe a hajszó. Valószínűleg nem nagyon volt kedvük ezt keresztül vinni, és egyre jobban tolják bele, egyre mélyebben őket ebbe a dologba. A másik fontos dolog, hogy azt ugye láttuk, hogy igen, a magyar társadalom az teljesen egymásnak esett, az elzárásokkal, az oltásokkal kapcsolatos szabályozások miatt. És olyan emberek vesztek össze egymással, akik korábban nagyon jó barátok voltak. Családok estek szét. Most ugyanez zajlik különben nyugaton is, hogy hogyan tekint a háborúra. Tehát ha valaki békepárti, akkor már körülbelül pont ugyanebben az állapotban kerül, mint hogyha, mit tudom, sose oltatta volna be magát, vagy nem tudom, körülbelül. Erről készült is egy tanulmány, ami arról szólt, hogy az oltatlanok, sokszor beoltottak, azok sokkal inkább szavaztak, könnyebben szavaztak arra, vagy mondták ki azt a véleményüket, hogy akkor mit tudom, katonai csapást mérjenek Oroszországra. Komolyan, tehát készült ilyen felmérés, írtam is róla annak idején egy cikket, hogy igen, a társadalomnak az egy részét sikeresen átalakították, de, és úgy tűnt, hogy ez Magyarországon is így van. Tehát én, te is találkoztál személyesen olyan konfliktusokkal, amiben ez felvetődött. De én azt látom, hogy mi gyorsabban tanultunk belőle. De most, hogy reménykeltő dolgot mondjak, én azt látom, hogy mi ebből gyorsabban kezdtünk tanulni, meg kezdjük átlátni ezt a részét. És azt is, hogy amit az elején mondtam, hogy itt nálunk zajlik egy ilyen társadalmi párbeszéd, hogy itt a válságok kapcsán, meg a háború kapcsán mit csináljunk. Hát rengeteg helyen meg lehet azért szólalni Magyarországon ezzel kapcsolatban. Tehát lehet róla beszélni. Ami azt jelenti, hogy megint előnybe vagyunk mondjuk egy német társadalomhoz képest, aki ezt nem beszélheti ki. Hanem a németek csak ott állnak és várják, hogy a vízágyúval locsolják őket, és akkor úgy el van. Tüntetnek ők, meg locsolják is őket, és hihetetlen, hogy milyen türelemmel. Nem tudom, figyeltétek a izék. Ott vannak, és 20 perccel locsolják őket, mit tudom én, 10 fokba, vagy 5 fokba, és akkor azok ott várják, hogy jó, ők akkor ott még ők tüntetnek. Szóval kitartóak azért, meg kell, hogy mondjam, és nem látszik, hogy túlságosan nagy kedvük lenne hőzöngeni, vagy egyéb dolgot csinálni. De én úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak az életképessége, meg a túlélési ösztöne jobb. Tehát én azt látom, hogy ez jobb. Most egy másik kérdés, hogy most melyiket fogjuk erősíteni. Tehát, hogy mi melyiket fogjuk erősíteni. A mindennapi cselekedeteinkkel, meg a történéseinkkel, melyiket fogjuk erősíteni. Majd azt fogjuk majd igazából érvényre jutni. És amikor mindig visszafordulunk, ez a nagy baj. És akkor pici, el szoktam mondani másoknak, hogy ez egy nagy saktábla, és azon mi vagyunk a gambit vagy gembit, a parasztáldozat, amit meghozhatnak. Hogy a kis népeket így lépegetik, és ők csak a parasztok ezen a valamin. És hogy mi csináljunk mi? És akkor azt szoktam mondani, hogy mi legyünk a tüskés paraszt, aki szúrós. Megfogják is, és hú, ez, na, inkább a másikkal lépek most. Tehát, hogy nekünk időt kell nyerni, ilyen tüskés valamivé kell tudni válni, ahhoz, hogy amikor lépni akarnak velünk, akkor mi valami másmilyenek legyünk. Én szerintem ennek megvan az esélye, máskülönben nem végezni az ember ezt a feladatot. És tudom, hogy nagyon messzire mutat, de hagyj hozzak egy példát. Akkor, amikor Zrínyi Miklós kirohant Szigetváról, ezt már meséltem neked, akkor ugye ma 300 forintot berakta a zsebébe, biztos, ami biztos hátverekednek, ugye? De ugye ezt Johárnak hívják a keleti kultúrkörökben, hogy ez a még egyszer a megpróbálom magamat, és neki rohanok az ellenségnek a teljes reménytelenséggel, de akkor is megpróbálom megmutatni, hogy esetleg ki tudok törni.
És ugye akkor avval a 300 katonával ő nekiindult ennek, és mi ott a Barantában annak idején megbeszéltük, hogy, hogy kinek akart vajon üzenni. És akkor ó, mindenki gondolkodott rajta, és hogy ó, hát biztos a jövőnek, hogy ilyen hősiesnek kell lenni, meg ilyen ügyesnek, meg szépnek, nem, a katonáinak akart üzenni, hogy reményt adjon, meg minden. És én azt mondtam neki akkor, hogy én vélemény szerint a törököknek akartak üzenni. És a törököknek szerintem azt akarták üzenni, hogy jól kössétek fel a gatyátokat, mert amilyenek most mi vagyunk, és amit mi teszünk, ilyenek lesznek, akik utánunk születnek. Hogy berendezkedhettek te itt hatalomra, de biztosak lehettek, hogy minket mindig ilyen emberek fognak majd követni nemzedékről nemzedékre, és egyszer nektek emiatt innen el kell majd, hogy menjetek. És hogy a törökök tudták, hogy ez így lesz. És hogy Zrínyi Miklósnak a mondani való arról szól, hogy ez, hogyan is hívták régen? Szavárto lászfolaj, ugye? A rendíthetetlen szabír. Ahogy az első forrásokban beszélnek rólunk, hogy mindennek elmondanak bennünket, veszekedőknek, turáni átkosnak, szalmalángnak, patópálkodósoknak, meg mindennek, de van egy nagyon fontos történeti tapasztalásunk, hogy nincs olyan ellenségünk, amelyik eddig túlélt volna bennünket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Vukics Ferenc magas röptű gondolatait. Talán szükséges is ez a madártávlat, vagy ha úgy tetszik, sólyom távlat, hiszen sokszor, akik földhöz ragadtan vannak a közéletben, azok nem látják a fától az erdőt, ezért szükséges azt gondolom ez az emelkedettség is. És hát így, ha törökök szóba jöttek, így eszembe jutott, hogy a gyermekeimmel is nagyon gyakran törököset játszom, mindig ezt követelik meg a játszótéren, és meg is kérdezték egyszer, hogy na, de apa, igaziból, én vagyok általában a törökök, a magyar vitézek, hogy na, igaziból, de azért igaziból kik nyertek, a magyarok vagy a törökök? Hát mondom, nézzél körül, magyarok élnek itt, vagy a törökök? Hát talán ez jutott így eszembe zárszóként, hogy valóban túléltünk itt már sok mindent, hát ez vezéreljen minket, és ha már egy ilyen karizmatikus vezetőt hallhattunk, azért játszunk el így hazafelé a gondolattal, hogy milyen szép lenne, hogyha a magyarságnak mondjuk egy ilyen államfője lenne, akár Vukics Ferenc személyében. Azt gondolom, hogy nem csak a Magyar Honvédségnek lenne egy csapásra egy, hát finoman szólva, karizmatikusabb főparancsnoka, mint Novák Katalin, de azt gondolom, hogy a nemzet egységét is sokkal jobban megtestesíteni, hiszen valóban szükség van az, hogy a kényes sorskérdésekkel is valaki keményen, bátran szembenézzen pártok felett állva is. Köszönöm szépen még egyszer a bátor és őszinte gondolatokat. Köszönjük szépen.